Ez itt a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Sebestyén Balázssal, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival. Itt a Klassz FM-en. 6 óra 13 perccel, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hello, Jani! Sziasztok! Hello, hello Feri! Hello! Jó reggelt! Gyönyörű időben, gyerekek, hát mi gyerekek, kell hát még? Mi kell még? Hát mondja más. Valaki, hogy nincs mozgalmas nyarunk. Mondja valaki, hogy nincs mozgalmas nyarunk. Éjszaka, hát tudom, nálatok ugye semmi. Nálunk olyan vihar, hogy az... Pff, én nem átgondoltam, hogy mimet hol hagytam kint. És mi ázik el a gyereknek, meg mit hozzak be, meg be kell egyáltalán hozni valamit, meg hol az elemlámpa, meg hol a gyertya, mi lesz, ha beesik az eső, és elömti a lakást, tehát konkrétan hát 1-3-ig nálunk döbbenet volt. Nálunk olyan kármentés volt, kint ültünk még 7-8-kor a teraszon, sütögetés, szomszédok, halsütés, akármicsoda, egyszer csak látom már jön a hegyek felől. Finomka, igen. És de úgy, hogy egy másodperc alatt lecsapott, és mind az állat mindenki elkezdett menteni mindent, mert ott meg a tóparton, ha valami belekap, akkor ezt gárdonyban találod meg. Nagyon durva. Mondták, én tegnap este elolvastam ezt a köpenyeget. Ezt mondták, igen, és ez korrekt volt. Korrekt volt, mert a köpenyeget megnéztem, mert a holnap milyen idő lesz, mert mennék végbordozni. Hozzátok. Szeretettel várunk. És... elolvasom, mondom, megnézem holnap, erre írja, hogy éjszaka brutális vihar söpör át Magyarországon. Ó, mondom, még a reggelhez képest éjszaka is lesz egy vihar. És akkor meg is jött. Ezt most megmondták. Ez annyira precíz, pontos előre szólás volt, hogy az hihetetlen zivatarlánc érkezik az esti órákban Magyarországra, nyugat felé, és úgy is történt. Nagyon jó. Végbordhoz kell szél? A végbordhoz nem, a végbordhoz az a jó, nincsen szél, mert a szél az hullámot csinál. Aha. Jó, mert akkor kikapcsoltatjuk ezt a vonókötelet, kapsz egy ilyen izét, hálót. Az a kitesurf. Az a kitesurf. Aha, akkor az nem az. Uh-huh. Hát ilyen, aki a parton lakik, tudod. Te vízimádó, te. Én nem is kérdezek, mert ha te, aki ott laksz, gyakorlatilag heteken, hónapon keresztül, az más, az a kájt. Ha, mert ma mondom, akkor megjön még a szél, egy kis eső. Az a kájtozás, azt is ki akarom próbálni, de most én már elég régóta végbordozom. Elviekben halad kelet felé most ez a történet, úgyhogy hogy délután már egy picit jobb idő lesz, és holnapra már azt mondják, és nagyon bízunk benne, mert hogy ugye lellén leszünk a napfény strandon, pontosabban a napfény strand előtt egy konténer stúdióban, hogy ott azért már jobb időcske lesz, a hétvégére meg aztán kifejezetten jó időt mondanak, de tegnap délután is nagyon jó idő volt. Tehát csak jó. Hát Budapesten. Én Szentendrén túráztam a családdal. Gyönyörű idő volt. Meg vízen voltunk, meg túráztunk, és gyönyörű idő volt. Fantasztikus nyár volt. Uh-huh. Nyár volt délután. De jó nektek. Szentendrén nagyon szépen alakul. Igaz, hogy kivágtak egy csomó fát a mobilgát miatt, viszont csináltak helyébe egy bicikliutat. Én azért haragszom arra Szentendrére, ha már így szóba hoztak, viszont a fő sétáló vonal bent, igen, tehát a tértől ott a templom után elmész kifelé, hogy az ilyen kicsit nekem bazár lett. Bazár hogy lett, jönnek tudom. Az orosz turisták, az én lett. Megértem, hogy abból pénzt lehet csinálni, igen, hogy nem lehetett volna egy kicsit úgy, hogy megmaradjon az a ahova a budapestiek kijártak kirándulni még, igen, 50 évvel ezelőtt. Oda már nem is megyünk például arra a részre soha. Hogy oda már nem mész. Sétálunk a parton, meg van egy jó lángosos. És kész. Tavasszal kint voltunk, és mondom, ó, menjünk már, olyan jó lenne Szentendrén. És mentél, és mindenütt ez a bóvli, meg a mit én, jó, van egy pár ilyen fajátékos. Igen, de még mindig a terítő, meg a nem az, tudom mi. Tehát, az, hogy igen. Igen, és látod, hogy szörnyen. Az a turistás rész, pedig hát ez nem erről szólt hosszú éveken, vagy évtizedeken keresztül, hát most már meg erről. Nekem az egy kicsit csalódás. Igen. De az idő rendben volt, olyannyira, hogy sportoltam is tegnap egy elég nagyot, és életem meccsét veszítettem el rövidítésben, képzeljétek el. Nagyon fájt. 5-2-re vezettem a döntőszedben. Ugyannyira nem. Jó, van. Kis pénz volt most. Nagy kiadás után. Asztali tenisz. Kis pénz, kis tenisz. Asztali tenisz. Asztali tenisz rövidítés. 5-2-re vezettem a döntőszedben. 5-2-re. És 5-5 lett, aztán 6-6 és rövidítés. És ott kikaptam 7-4-re. De még meg elfáradtál? Volt te valami? Nem tudom, azt hittem, hogy behúzom a meccset, és kicsit kiengedtem 5-2-nél, aztán 5-3, még mondom, nincs baj, 5-4, kezd baj lenni, 5-5, nagy a baj. Az utolsó pontig koncentrálni kell. Igen, úgyhogy szörnyű trauma volt ez. Hát ez hol volt? Rilladom? Ja, igen, beengedtek. A magángépjel, persze. Beengedtek, nem, Szentendrén játszottam. Gyönyörű időben barnultam, jó volt. Hát 2 órákat játszol a tűzőnapon. Majdnem 3 órát játszottunk a tűzőnapon most konkrétan. A tűzőnapon? Hát ott sütött a nap, igen. 2 és 3 órát öltük egymást.
úgy néztek ránk akkor az emberek, akik bejöttek, ittak egy sört, mert van ott egy ilyen bringa, meg ittak egy sört, megittek, ránéztek az órára, még ittak még egy sört, még látták, hogy mindig játszunk, elmentek, bringáztak, egy visszajöttek, ittak még egy sört, és azt látták, hogy két hülye még mindig volt. Olyan lendülettel, mintha az életed meccset játszol. Figyelj, két és három negyed órát játszottunk tegnap. A tényleg a tűző napon, tehát azért nem égsz rommá, egyre jó a tenisznél, mert mindig térfélcsere van páratlannál. Meg mozgásban vagy, és nem ér utol. Egyrészt nem ér utol a napfény, kettő, hogy gyorsak. Ugye cserélsz állandóan, tehát páratlannál mindig átmész a másik térfél, így hol az arcodék, hol a hátadék, de egyenletesen barnulsz, tehát ez mindenképpen mindenképpen jót tesz. Úgyhogy elvesztettem, szörnyű trauma volt ez valahogy nekem. Valahogy próbáld meg feldolgozni. Igen. Ne rohanj, Balikám, volt reklám, írja valaki. Köszönöm, hát ezt Jules-nek kellett volna elküldeni, mert a hallgatók azok törődnek velem, nem úgy, mint a saját kollégám, akit kértem, hogy küldje el nekem, de majd most megint megkértem, hogy küldje el nekem. Jelezze, hogy mennyi reklám van. Hogy jelezze, már nagyon necces volt. De az is lehet, hogy bemondjuk a számodat most, és akkor a hallgatók, ahogy hallják, megírják. Van. Az a baj, azt már én is hallom. Az késő. Tehát az már nekem késő. Aha, jó. De figyelj, a 9 szundi közül mondjál már le az egyikről, és csak 8 szundi. És akkor... Ne, és úgy szittam magam ma reggel, hallod, hogy miért nem tud, miért kell nekem 5 óra 34-kor még az ágyban lennem. Hát erre a kérdésem így kettő, nem tudunk válaszolni. Úgy, igen. Hogy mennyivel, hogy tényleg, hogy fölkelek, hogy megiszom a kis utifű makhéjamat, hogy utána... Utifű makhéj. Utifű makhéj. Ami a sárkány főárosról vett, utifű makhéj. Utifű makhéj kis teámat, megiszom a kis utifű makhéj teámat, és elindulok befelé, és olyan kiegyensúlyozott minden. Erre egy villogó kis fekete autós, már Viki autójával jöttem, 1.6-os, az még nem pörgött ennyit 4500-on a fordulatszámon. Végig. Nem értették, hogy ki ez a nő, aki ennyire rohan, mert egy tipikus női autó. Integettem, hogy hát én, de beértem. Szóval, mondom, milyen ciki, tegnap hájpolom magam, hogy mennyire jó, gyereke, fél éve, úgy szíttem, mondom, miért kellett nekem arcoskodni, erre a másnap azonnal elkésni, azt mondom, évekig hallgatnám. De volt 2 perc reklám talán, és ez megint megmentett. Tehát, hogy valahogy isteni szerencsém van, mert arra várok, hogy a Zsüle elküldje nekem, hogy van-e reklám. 1.37. Azért, na arra tettem nagyjából, Istenem, hogy a hírek után jöjjön az, hogy reklám. Reklám. Belleszek. Meg vagyok. Szörnyű harc ez minden reggel. Én nem tudom. Hogy lehet erről leszokni? Sehogy. Sehogy. Korábban kéne kelni, nem? Ennyi. Igen. Ugye? Vagy meg kéne keresni az órának a... Ez a rohadt szundi, aki kitalálta, tényleg, aki ezt egyszer megálmodta, hogy legyen szundi, az... Miért tették bele a telefonommal? Üsztest ki belőle. Az azon miért? Igen, nem akarok szó. Vagy vegyél egy régi ilyen, tudod, ezt a hagyományos régi mobilet. Azokban is van, tehát a Jani régi Nokia-ban abban is van. Van? Még talán a Samsung-ban is abban is van. Nokia már nagyon régen volt, de hogy a régi Samsung-ban van. Samsung-ban, hogy ne volna, van benne. Igen. Van ebben minden, ami kell. Nem is merül egy hétig. Azon milyen oprendszer van a nagy telefonodon? Feri. Nem tudom, én ezeket nem. Melyik vagy? Android. Csak mondom akkor, hogy két fajta dolog irányából is veszélyeztetve vagy. A következő a helyzet, most azt csinálják, ez egy új ilyen pénzlehúzási módszer, és nem kevéssel húznak le, hogy amikor szörfölsz a neten a kis androidos, ezt csak androidra mondanám még egyszer, csak azon megy a dolog, androidon szörfölsz, és olyan oldalakra kattintasz, ahol te szoktál járkálni. Igen. Tudod, melyik oldalak ezek? Akkor egyszer csak lefagy a telefonod, és a következő üzenetet kapod, hogy 100, illetve 300 dollár körüli összegért föloldják a képernyőt. Az kemény. Képzeld el. És ez van most. Hol olvastad? Mert én is jártam egy olyan oldalon is. Nem, az enyém nem ilyen, nem androidos, de most olvastam ezt az interneten, hogy az, hogy elkezdesz szörfölni, kattingatsz a izé oldalakra, ami hát a férfi a szórakozást ígért neked, de amikor igen, egyedül vagy, és ott, hogyha olyan tartalom. És hogy nem ezért ez az oldal, hogy elkerült ezt a malőrt, használja neked, hogy inkább almás Nokiát vásároljál. Nem ajánlott ilyet, azt ajánlotta, hogy figyeljél oda, és amikor pornó oldalt nézel, akkor óvatosan kattingass. De ilyen nekem följött a PC-n is. Uh-huh. Igen. Azt mondta, hogy záruljuk az oldalát, a rendőrségnek szóltunk, illetéktelen oldalt nézd. Na igen, most, igen, ez az. Na most vegyél meg, menjél egy benzinkútra, vegyél meg egy sorszámot 10.000 forintért, és azt a kódot, amit te megveszed ilyen telefonszárkártyaszerű kódon, az üsd be a laptopodba. Hát figyelj, amikor először följött, lefagytam. Mondom, elkezdtem hallgatózni, hogy már csöngette a rendőrség, tudod? De azért zárultuk az oldalát, illetéktelen oldalt néz, és olyan tartalmakat figyelt, ami, de hát nem tudsz olyan tartalmat figyelni, mert ahhoz ismered kéne a deep webet, ugye, és lezárja az oldaladat.
És annyira, mert hogyha nem, én is azon az oldalon voltam. Ne hülyeskedj. Mind hát, a, valahogy, valahogy oda keveredtem. Az, az úgy megcsinálták a programot, képzeld el, hogyha például én Velencén szörfölök olyat, akkor azt mondja, azt írják, hogy a velencei rendőrkapitányságnál már igen, jelentették. Igen. Érted? Tehát, hogy annyira okosan megcsináltak, hogy azonosítja, hogy te hol netezel a telcsivel, és valami környező városi rendőrkapitányságát írja és be. És egy ideig nem is jössz rá, hogy mit kell vele csinálni. Mert nem engedi magát becsukni. Aztán nyomsz egy resetet, és onnantól kezdve gyakorlatilag. Így van, nyomsz egy resetet, vagy lerakod kicsibe. Tovább a régi kerékvágásba. Le tudod rakni kicsibe, és ha megnézed a magyar rendőrségnek a címerét, meg ugye az egészet, hogy időt után rájössz, hogy kamu az egész. Csak azt nem tudom, hogy ők erre tényleg építettek egy hálózatot, hogy benzinkútra nem megyek, ott meg tudom venni, mert valamit meg kell, hogy tudjak venni a benyakúton. Egyébként miért éri meg? Hát, én azt olvastam, hogy utalja a pénzt. Mert nekem innentől kezdve egy gyanús. Tehát pillanatra átgondoltam, hogy újság rendőrség zárolta az oldalmat. Jó, oké, IP cím alapján még az is lehet, hogy bemértek. Kis hallgatózás, megáll egy kocsi, ó, nem áll meg, tovább megy, de jó. És aztán kb. 5 perc alatt rájöttem, hogy miféle bűncselekmény az, amit te elkövetsz, amit pénzbefizetésével te azonnal elfelejtenek neked, és itt kezdtem el nagyon hangosan kacagni. Ez a gyorshajtás. Jó, igen. Igen, de a szabálysértés. Tehát, miféle olyan bűncselekményt követhetek el, amit egyébként egy benzinkúton megvehető kártyával én jóváírathatok, és a rendőrség leszáll rólam. És akkor itt jöttem rá, hogy okos. Okos. Hát ez valószínűleg, tudod, nagyon mi lehet okos. Ilyen telefonkártyás. Igen. Ugye azzal is volt egy átverés, hogy vedd meg ezt a kártyát, és hogy tölts föl valami pénzt egy bizonyos kódra, azt is sokan csinálták. De zsenin néz ki. Na, okos. Majd lefotózom, megmutatom. Zsenin, és PC-re is hiszen jön. Nyilván ma este is felolvasom, amikor az ember alatt. Most már röhögök a főjön, mert most már nem érdekel, de elsőre mondom, atya Isten, mondom, itt rám törik az autód, az ajtót, és megjön itt a tech ilyen maszkba, és elvisz engem bilincsbe. És azt látják a híradóban, hogy egy boxer alsóba kivezetnek, a mici mackos boxer alsóba kivezetnek így az ajtón bilincsbe, mert kiderül, hogy olyan illegál oldalakat nézek, és annyira durva szadom az oldalakra tévedek, amit már nem lehetne. Mindannyian a síten ülnénk, hogyha ez probléma lenne. Igen. Hát van az, amit figyelnek, de azért ahhoz spéci internet használónak kell lenni. Tehát ha te a kiskorúakat nézel, igen, olyan tartalmakat osztasz meg, azért azt figyelik, csak ahhoz nagyon kell ismerni a webet. Tehát az nem úgy, hogy Google teengirls.com, és akkor följönnek a 8 évesek. Tehát azért ahhoz többet kell. Aha. Mert például azt nézik. Volt egy ilyen ismerősöd, aki... Nem. Valahol, hál' Isten, az nekem nem bekattanásom. Mindig megvárjuk a 10-11 évet. Mégiscsak ne legyen baj. Úgyhogy jó, ez egy jó kis szoftver, és ez már jön Androidra is, igen, tényleg? Igen, most írták, hogy az új divat, hogy ugye nagyon sokan neteznek már okostelefonon, valakinek nincs is számítógépe, és akkor ahol vagy, elkezdesz netezni, ez puff! Na de és azt nem tudom utána, mondjuk az Androidon, én nem ismerem az Androidot, de hogy nem tudom lerakni, nem bezárni, tudom. Nem engedi, ugyanúgy lefagyasztja az oldalt? Lefagyasztja az egész gépet, és azt mondja, ha átutalsz, akkor blokkolj, vagy akkor feloldják a blokkolást. Ez érdekes. Hányan bedőlhettek neki már, hát képzel, ott is sokat keresett valaki. Pár hónappal ezelőtt olvastam egy hasonló esetről, akkor ott konkrétan egy román állampolgár lett öngyilkos emiatt, mert annyira bekattant ettől az egész sztoritól, egy olyan összeget írta ki neki, annyira félt a következményektől, hogy... És ez az okos benne, látod, amit most mondott a Jani, hogy ugye bűnösnek érzed magad a dolog miatt, és befizeted. Ezért nem zavarna ez engem egy percig se. Hát igen, mi nyíltan vállaljuk ezt a részét a dolog. De ha nem jössz rá, hogy téged bűncselekménnyel fenyegetnek, de ha befizeted, elengedik, hát ezért ez egyszerű kell lenni. Persze, azért tényleg én elértem, hogy amikor Bobby meghalt a Dallasban, és néhányan öngyilkosak lettek, de hogy meg ment, gyűjtöttünk mi már Izeurának is, de nem, egy pillanat, mondom, levert a víz engem is egy pillanatra, csak aztán na, megnyugszol, visszáll a pulzusod, és elkezded a kép alapján összetenni a részleteket, hogy mi, meg hogy áll a logója a rendőrségnek, egyáltalán egészen hülye szöveg, sorszám, menjél a benzinkútra, ó, mondom, édesek vagytok. Álljátok, ez egy polisz vírus. Két-három éve van így nekünk egy hallgató. És a Google-on van kép a rendőrség vírusról is. Már nálunk még betárcsázós net van, gyerekek, hozzánk most érte. De várjál, ez most akkor csak egy sima vírus, mert vírus van nekem elég a gépem, mert azt már észre se veszi. Tehát, hogy az, vagy ez egy szoftver, amit te meg tudsz venni, de én nem gondolnám, hogy mert akkor ki kéne építsél egy illegál hálózatot benzinkutakra, azt hiszem, nem tudod megcsinálni, hogy te leraksz. Jönnek majd ezért a feltöltőkártyával, adjon már a Ranka 100 darabot, mert majd jönnek érte. A feltöltőkártyával szedi be a pénzt a benzinkutas, és azt megvehet. Tehát azt nem te adod a feltöltőkártyát, csak azt mondja, hogy az azon lévő
Ez nem. Na, de ahhoz nekem meg azt mondja, hogy én vegyek egy feltöltőkártyát. Igen, a benzinkúton. És töltsd fel erre. Na, és de erre valakinek a akkor forgalmaznia kell a feltöltőkártyát. Az tök mindegy, a három szolgáltató bármelyikének megveszed a feltöltőt. Azt azért tudom, mert ez volt átverés egy darabig. Azt mondták, hogy úgy tudsz pénzt küldeni nekem, vagy én azt mondom, hogy te veszel tőlem egy szolgáltatás, és te úgy fizetsz, hogy veszel egy feltöltőkártyát a benzinkúton, és én megadom, hogy hova töltsd fel azt a pénzt, érted? Uh-huh. És akkor nem a szolgáltatóhoz ment, ha nem tudom pontosan, hogy hát, hogy egyszerűen ez... a telefonod, tehát hogy az egységről emel le. Na. Tehát, hogy abból az összegből, ami fel van töltve a telefonodra, abból emeli le ezt az összeget. Igen, vagy az lehet. Na mindegy, szóval erre biztos van megoldás, erre a dologra, de ez nem vírus, hanem ez tényleg egy pénzlehúzó módszer. Behozom ezt nektek egy perc alatt. Eljutok olyan oldalakra. Mutatom, gyerekek, egy perc alatt megjelenik nekem. Konkrétan az egész SMS falat, a rádiót és az NMA-t is zároltatom, mert olyan oldalakra tudok tévedni, hogy szörnyen gyorsan meg tud jelenni ez a kis rendőrségi. De azt írják, ez egy vírus egyébként. Aha. Mert ugye az iPhone-ra megjelenik, akkor ha én nem is tudom bezárni magát a programot, akkor megnyomom kétszer a home gombomat, abban a pillanatban ő fölajánlja az összes program bezárását. Szóval sok iPhone-os nem tudja még mindig ezt, számomra elég megdöbbentő. És akkor ott bezárom a programot, két home gomb megnyomásával. Tehát magát nem tudom, hogy a te telefonodat Androidon tudja zárolni, mert nem hiszem. Hát be tudod, tudja zárolni? Tudja zárolni, Zsú. Mert ugye az iPhone-nál van a home gomb, kétszer megnyomod, akkor kiadja neked az összes megnyitott programot, és az fölfele beküldött, ha már az új iOS-od van. És az Androidot lezárja. Azt is, de lehet. Vigyázni kell akkor ezekkel a srácokkal. Okosak. Látod megint, mivel van a baj? Az ugye? Androiddal. Na, hát ezért kezdtem így, hogy kinek van ilyenje. Én, megint kit találnak meg okos telefonra? Az androidosokat, mert az iOS nem lehet egy ilyenet. Másfélszer nagyobb, hogy ugye a képernyőnk, mint a tietek, de hogy én ennek ellenére sem használom erre a telefonomat, pont ezért, mert túl kicsi. Szegény. Nagy bajó nézni, végre. Igen, szegény Steve Jobs, hogy mennyire mondta, hogy ez a normál méret, már ez se. Az egyen előtti iPhone, hogy az egy normál telefon miatt, és már az új iPhone már olyan nagy pingpongütő lesz. Persze veszünk, de hogy... Természetes, hogy meg fogjuk vásárolni magunknak, de hogy hát sajnos, igen. Na jól van, azt írja valaki, blokkoltam az SMS falat, egy bögrét feladom. De rendes. Köszönjük, küldjük a bögrét. Apukám gépalkatrészt keresett, és így kapta meg azt az üzenetet. Persze, azért a papának se kell mindent elhinni. Papa, mit kerestél a gépen? Gépalkatrészeket kerestem. Csak vettem, hogy dugattyú. Fura, megjött ez az oldal, hogy gépalkatrészt kerestem, kislányom. Na, de ne többet, erről ne kérdezted. Aludjatok nyugodtan, anya, nekem még dolgom van. Keresem kell a gép előtt némi gépalkatrészt. Egy kis tömítéssel kapcsolatos anyagot keresgélek itt fönn. Igen, teljesen tönkrement a gépe, szegény, az viszont nem jó. Nem jó hír. Ez átverés, egy szörnyű vírus, apukám feljelentést tett, mert itt tették tönkre a gépét. Egyébként többen írják, hogy tönkrement a gép, sőt ugyanaz írja, aki tönkrement a gépe, mint akinek alkatrész keresett az apukája, Judit, mind a két SMS írója. Tök aranyos egyébként, mert apu is akart magának alibit, egy rendőrségi jegyzőkönyvet arról, hogy mit keresett azon az oldalon, és most a kedves lánya is, és egyébként ez nekem nagyon szimpatikus. Remélem az én lányom is falazni fog majd. Na, hogy állunk játékkal? 2-1. 2-1 most az állás, és két napunk van még, tehát nyerhető a dolog a részünkről, de a hallgatók, ha ma vagy holnap behúznak egyet, akkor vége. Akkor kiírtak minket. A dicsőségnek. Hát csak ezen a héten. Akkor megcsináltak minket. Akkor meg csúnyán. Na jó, lehet jelentkezni játékra. Jó, fél hét múlt egy perccel, jövünk a hírek után. 10 perc, pontosan 7 óra, hello mindenkinek, jó reggelt kívánunk. Itt vagyunk, és játszunk, mert hogy 2-1-re vezetnek a mi hallgatóink, ami nem is baj, kell az, hogy ők is érezhessék, hogy nyerjenek. De ha a mai napot elbukjuk, akkor viszont nagy a baj. Akkor gond van. Akkor nagy a baj. De akkor nagyon feszültek leszünk, és nem csak az időjárás miatt holnap. Lellém, a napfénystrand előtt, a konténer stúdióban. Gyerekek, mi lesz velünk, Lellém? Jól fogjuk érezni magunkat. Azt figyelj, megcsináltuk mi azt 10 fokban a szakadó esőbe Füreden is, tehát nem volt annál baj. Jobb idő lesz állítólag. Nem volt baj, de hogy, na várjál csak, az péntek napsütés mellett újra erőteljes gomoly fel, Dunántúl többfelé máshol elszórtan. Jó, nem lesz ebből. Nem lesz gond, de szerintem nem is annyira a délelőtt vagy reggeli produkciók a problémásak. Mindig a délután. Hanem a délután, hogy ne kelljen lefújni a koncerteket.
mint Fürede, mert az lenne a durva, az lenne a durva. Márpedig egész jó koncertek lesznek most is. Király Linda, Király Viktor, Tóth Gabi és Hooligans, de még korábban 15 órától már Vastag Csaba meg Tamás, meg előtte meg ugye a Kassa TV 10-től, úgyhogy az esti programokat meg kell lefújni. Hát ez ne. Na jó van, megnézzük majd, hogy milyen idő lesz. Most viszont valakivel játszunk már is. A Verhetetlen Rádiós Trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondolt meg a választ. Hello! Sziasztok, jó reggel! Hello! Ki vagy? Zsuzsa. Zsuzsa, hello Zsuzsa, mi újság? Semmi különös. Rossz az idő, és dolgozunk ezerre. Na, mit csináltok már ilyen korán? Főzött kívunk. Főztök? Már úgy valami szakácsként vagy igen. Konyhán? Még most mondhatom. Igen. Mondta, hogy? De mit főztök, hogy kinek, vagy mi? Egy cégnek egy üzemi konyhán dolgozunk. Üzemi konyhán, aha. Jól van. Oké, kivel szeretné játszani? Én a Janit céloznám meg magamnak, ha lehetne. Na, gyere, célozd meg. Köszönöm a bizalmat. Hogyne lehetne, persze. Nektek nem torzít a fületek? Hát ilyen, nem tudom. Ugye? De. És mi mind torzulok végig. Egy kicsit lehet, hogy az én telefonom is rossz egyébként, mert... Igen, de most nem az a beszédhang. Okay. A telefon, azt tudod, az olyan, amilyen, az a nem tudom. Az nem baj, csak én magamat, torzulok. Hát volt palacint a tésztában, meg is fülgettem, úgyhogy... Mit csináltál? Telefonja. Ja, telefonod. De lehetett már a palacint a tésztem, hogy túl érte. Ahhoz képest viszont nagyon patent. Figyelj, és azon hívsz most minket? Igen. Működik? Igen. Persze, működik, hát azon is. Az kemény palacint a tésztát azért nem szoktak túlélni. Az elég sűrű. Még azt próbált ki, kisütöd. Tényleg? Még nem megy. Igen, tényleg. És flambírozza. Igen. Igen. Na jól van, oké, felkészültél? Eszünk túl rajta. Jól van, figyelj, Zsuzsi, indulunk. Jó, 3-2-1, tessék. Zsuzsi, régóta szeretnél már játszani velünk? Elég régóta. Van egy kérdésem. Parancsolj. Jani, kóstoltál-e már burgonyás töltött cukkinit? Töltött cukkinit? Jól hallottam? Ez úgy készül, hogy... Fogyasztottam már ilyet. Bocsánat. Majdnem. Tehát... A lényeg az, hogy csináljuk a cukkini belsejét, teszünk bele sajtot. Sajtot? Burgonyát. Mindegy, hogy milyen sajtot? Szerintem a legjobb a füstölt. Szereted a füstölt sajtot. És te? Jó. Oké. Van tovább is a recept? Természetes. Rizsel tálaljuk, és nagyon sok fűszerrel. Milyen fűszerekkel? Petrezselyen, főleg az. Kapor mehet bele, ami hozzáérik. A másik ételünk, ami neked való, az a mákos buba. Az már nem hallgatjuk, hogy mi miatt is véleményes a dolog. Volt egy féligened, de ugye ott még időben megálltál, viszont akkor tegnap miben maradtunk a majd nem szóval. Nem tudom, én már nem merek semmit mondani, mert akkor valaki megírta, hogy akkor most ha valaki kimondja majd egy játékban, hogy és mi lesz a nemzetünkkel, vagy a nemzet szó, akkor ott, én már nem tudom, én nem döntök. Mi a helyzet? Mi, hogy azt mondod, hogy majdnem? Igen, többször azt is. Azt kimondom, a majdnem. Így van. Meg egy kis igenis volt, de az még el... Tudjuk, szívem, nem ez a kérdés, csak most itt mi beszélgetünk hármasban. Igen. Mert tegnap is volt egy ugyanilyen játék, akkor ugye tegnap újra játszottuk. Na, mert... akkor mondjátok el a véleményeteket. Azt kimaradt az életemből a tegnapi. Igen. Én már tegnap elmondtam a véleményet, szerintem az ilyen összetett szavak azok nem számítanak. Aha, jó, te játékod volt. Már amennyit hallottam belőle, mert felőlem azt is mondhatta volna, hogy fekete fél, igen, nem, a felét hallottam körülbelül, valószínűleg a palacsita tészta miatt. Akkor, Zsu, nyertél! Istenek vagytok! És akkor belemegyünk majd? Igen, csak meg a nem, igen, meg... Hát akkor figyelj, ha azt mondod, hogy nem, akkor nem. Jó. Akkor itt most ezt lezárjuk, ezt a történetet, ezt a pontot még odaadjuk, és akkor innentől kezdve... Csókolom. Ez úgy jó ez a játék, hogy nem helyesírásilag nézzük, hanem ezeket a szavakat egyszer nem, de azt sem mondhatod, hogy majdnem, tehát hogy szerintem nem jó, mert akkor érvényét veszti.
Hát nyilván, hogy azok nem biztos, hogy ide kerülnének. Tehát konkrétan az a négy szó, az tiltott szó, az igen, de... Persze. Uh-huh. Márjál, most a fejed fölött tanácskozom. Uh-huh. Igen. Hogy, tulajdon nevekben nem számít. Igen, mert akkor valaki kérdezi, és akkor siettél ma, Balázs? Hát igen, csak siettem. Igen, csak. Érted? Mert akkor az igent én ki tudom váltani olyan szavak, hogy a büdös életben nem fogom kimondani. Hát, nem igen, nem igen. Na most uh-huh. akkor... De ilyenek nem játszanak, hogy nemzeti vagy ilyesmi, tehát, hogy amikor azt a szót úgy használjuk az értelmének megfelelően, tehát tagadás vagy helyeslés, tehát nem, igen, illetve fehér és fekete, mint szín, akkor természetesen. És akkor kizárólag. Akkor egybeírják, de akkor kimondom a nemet is, meg az igen, és értem, hogy külön mondom ki, csak akkor én mindenre azt mondom, hogy hát, de nem, az nem jó, igen, nem jó, nem mert igen. Az is, hogy hívják, az is tagadás. Tehát, hogyha úgy használod a szót, az értelmének megfelelően, akkor az hogy hívjáknak számít? Akkor a szíbapontnak számít, akkor ott elbuktad a játékot. Na, de egybeírják. Na? Ugye? Tehát, hogy egybeírják. Akkor miben más kimondani a majdnemet, amit egybeírnak, és ott van nem, mint a nem igent, mert hát ott egybeírják. Mondom, hogyha azt mondod, hogy a nem igen, vagy a majdnem kizárók, akkor ugyanígy hogy hívják a nem igen is. Tehát akkor ezzel nem kell foglalkozni. Akkor mondjuk azt, hogy tulajdonnevekben, hogyha benne van, az oké, okay, rendben van, nem foglalkozunk vele, viszont ha... Tehát mit, ami nem Csák Károly? A nem Csák Károly, nem, az a nem, nem Csák Károly, azzal nincsen semmi gond. Vagy a nemzeti szóval sincsen semmi gond. Aha. És akkor a majdnem? Hiszen a nemzeti nem az nem azt jelenti, hogy van az eti, és az, amit zeti, tagadsz. És akkor tagadjuk az zetit. Csak azt mondom, hogy Fekete Laci. Hát akkor az ott nem is családnév, nem szín. Aha. Családnév. Ebből értekezlet lesz, már láttam. Ebből összegerívunk egy értekezletet. Gyerekek. Jó, mert értem nyelvtanilag, meg helyesírásilag, csak szerintem ez akkor tiszta, ha semmit semmilyen formában nem lehet mondani, és elkerülöd azt a szót, érted? És akkor minden nap boncolgathatunk majd egy-egy szót, mert megnézhetjük, hogy írják. Tehát, hogy sokkal jobban megnehezíti. Jó, mindegy, neked megadjuk. Nagyon szépen köszönöm. Itt vagy egyáltalán még szegény. Igen, igen, figyeltem, végig hallgatottam. Igen. Jó, megvan az ajándékcsomag, ügyes vagy. Köszönöm. Miért adtuk meg? Mert így döntöttünk. Jó. Jó, hogy legyen egy hely, nyert hete a hallgatóknak. Jó, megadjuk neked, jó? Az nem újjék, akkor ügyes vagy, mert csak félig mondtad ki, meg aztán kimondtál egy olyat, amit elvileg ki lehet. Én az összes nemet, igen, mindegy, hogy mind abszolút kizárnám. Tehát nem mennék most tulajdonnév, egybeírják, külön írják. Így írják. Ez is jó, csak úgy akkor írják. Innentől kezdve akkor nagyon-nagyon szigorú ez. Szerintem az a jó, hogy most értem, hogy a majdnemet egybeírják, de hogy ne mondjuk, mert most akkor ne mondjunk, vagy akkor engedjünk, és akkor engedjünk sok mindent, vagy ne mondjunk semmit. Aha, de akkor Székesfehérvárat se lehet igen, mondani? Nem Ecsekernőt sem? Hát nem életszerű ám, azért ezek úgy jönnek ebben a játékban. Hát szóval. Hová valósul, hogy Székesfehérvár. És ki a legjobb barátod, Fekete Laci. Igen, és kit ismersz még a szomszédoból, nem csak Károlyt. És nem igen, vagy igen csak szoktad nézni ezt a sorozatot. Látod? Jó. Oké, okay, ügyes voltál, Zsuzsa. Oké, okay, köszönöm, sziasztok. Szegényként itt a fejed fölött, mi ezt jól megbeszéltük. Jó munkát neked, csáó. Jó, de azért most két kis szódával a telefonodat, az passzol a palacsinta tésztához, mert... Oké, okay, rendben van, sziasztok. Szia. Szia. És akkor a nemi beteg? Aj. Igen. Na tessék. A fehér vérsejt. Jó, szavazzunk ki, mit mond, akkor döntsetek, mert mindig mindenről én döntök. Mi legyen? Hát, mondjátok el. Legyen. Ha mi döntünk, akkor utána mondod, hogy hát de azért szerintem. Fogadjuk el a tulajdonneveket? Fogadjuk igen, el, és fogadjuk nézzük el. Meg minden szóna, hogy egybe írják, vagy külön írják, vagy hogy írják? Legyen az, hogy akkor csak a tulajdonnév. Az mehet? Az mehet. Az mehet. Mert hogy a tulajdonnév nem számít. Aha. Tehát, hogy az nem... Ott... Jó, és jó. Akkor a nem igen, az mehet, meg a... Igen, csak... Tehát mondhatom, hogy Fekete István... Nem mehet. Nem mehet. Ja, az felé. Nem mehet. Aha, csak a tulajdonnév mehet. Névet. Nem mehet csak az, a tulajdonnévet fogadjuk el. Uh-huh. Csak a tulajdonnév. Csak és a akkor a majdnem... De a nemzeti, az mehet? Hát a nemzeti... De az nem az a szó. És akkor a majdnemeket, meg a nemzetit, meg a nemi beteg, meg ezeket akkor nem fogadjuk el? Most két különböző dologról beszélsz, hát mert mondtad, hogy de a nemi beteg az egy teljesen más értelmű, hiszen nem i beteg, tehát ez nem jó, azt jelenti, hogy... Jó, akkor a nemzet szót, vagy a majdnem, akkor nemzet, vagy majdnem... Vannak az i betegek, meg a nem i betegek. Miért ez nem minden van? Ja, én azt hittem, hogy én i beteg vagyok, meg nem i beteg vagyok. Amikor tagadsz, meg amikor helyeselsz olyan kifejezésekkel, amikben szerepel az igen, vagy a nem szó, akkor ott elbuktad a játékot. Aha.
Nem igen, értem, de... Hát az már... Hát az én bajom. Az már igen. Hát, amikor tagadok... És a majdnem az tagadás? Voltál tegnap teniszezni? Majdnem. Majdnem elmentünk, de... Igen. Tagadtam a majdnemmel, hogy voltam? Hát tagadtam, mert nem voltam, mert azt mondtam, hogy majdnem. Nem is tudom. Azt például te elbuktad. Aha. Tagadtál úgy, hogy a nem szó benne volt. És ha azt mondod, hogy a Nemzeti Színházban voltam tegnap... És ha azt mondom, hogy majdnem voltam, akkor is tagadom, mert azt mondom, hogy nem voltam. Erről beszélek. Ott is elbuktad. És akkor majd megvitatjuk egy-egy szónál, hogy az tagadás lehet-e, vagy nem? Hát szerintem elég egyértelmű. És a csak nem? Ott is bukó. Tagadás a csak nem? Én tagadok azzal, amit azt mondom, hogy csak nem. Akkor használsz egyet azt, hogy majdnem. Ez így, mi a hallgatók kérdezték, de ez jogos. Szerintem nagyon-nagyon egyszerű szabályt tudnánk hozni. Egy. Vagy nem játsszuk ezt a játékot, mert a Music FM másol minket, és ők is ezt játsszák. Jó, de ami ez... egyébként inkább nekik kellene. De ilyen adlapra ne csináljunk semmit, hiszen mindent csinálnak már, amit mi csinálunk. Ez is igaz. Ez is igaz. Tehát vagy hozunk egy döntést, és játszunk egy új játékot. De mi nem vagyunk rovatirigyek, tehát hogyha valaki másol minket, ez nem baj. Ez mindig annak kellemetlen, aki csinálja. Vagy hozunk egy olyan szabályt. Te mit mondasz? A Jani azt mondja, tagadás, én azt mondom, írtsunk ki mindent, tessék. Én is azt mondom, én te vagy a mérleg nyelven. Én azt mondom, hogy csak a fekete-fehér igen, nem szava. Ez meg, hogy három éve játszuk ezt a játékot, és most kezdtük el lefektetni a szabályokat. De akkor hát idő kell, hát kikristályosodik. Gyerekek, egy 3-4 év után csak kiforrik ez a játék, és hogy meg lesz, nem? Tehát, hogy így... Mi hanyadik Windowsnál tartunk már, érted azt is? Ez is igaz, az iOS-ból is mennyi van már. Szóval szerintem csak ez a négy szó nem játszik külön. Fekete-fehér, igen, nem. Csak hogy egy harmadik álláspont is legyen. Na a jó, menjünk el hírezni. Na jó, köszönjük. Akkor soha semmiben ne lehessen kimondani azt, hogy fekete-fehér, igen, nem. Se tulajdonében, se más értelmű szóban, se tagadásban, látod? Se helyeslésben, és kész. Látod, csak meggyőztelek, hogy ez a jó irány. Se lehet. Semmi, se ne lehet, ne legyen, és kész. Ne legyen. Most már akarok menni kávézni. Semmi ne legyen, mert azon gondolkozol akkor, hogy nem mondhatod ki. Akkor nem lehet, nincsen Fekete István, nincsen Nemecsek Ernő, nincsen Székesfehérvár. Nem Csák Károly, és nincsen Újfehér Tó. Fekete Lassi. Semmi. Nem mondod ki ezeket a szavakat, és kész. Aha, új az nap. Egy beteg játék lesz, azt tudod. Új napra ébredünk. Akkor lesz benne legalább egy csavar. Ennyi. Semmit nem mondj ki, mert nem van, vagy igen, vagy fekete, vagy fehér. Így van. Mindegy, hogy ez most tulajdonnév, főnév, ikesige, vagy bármi más. Jó. Érted. Na, akkor elmegyünk hírezni. Jó, jönnek a legfrissebb hírek, a hírek után pedig jövünk vissza mi is. Morning Show. Minden hétköznap reggel 6-tól. Sebestyén Balázsral, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival. 7 óra 17 perccel jó reggelt. Kívánunk mindenkinek. Hello, drága hallgatók. Itt vagyunk a tanácskozás után. Megvitattuk akkor, hogy mi legyen. Lefektettük az új szabályokat, szabálykönyvbe írtuk, hitelesítettük, és mostantól kezdve így játsszuk a játékot. Bár sokan írják egyébként, hogy a játék során én már kimondtam az igent. Hát sokan az azt jelenti, hogy mit tudom én, hárma vagy négyen megírták. De megnézzük majd az élettől függetlenül, mert én kíváncsi vagyok rá, szerintem nem mondtam ki. Azért nincs jelentősége, persze megnézhetjük, de így odaadtuk az ajándékcsomagot. Tehát így is odaadtuk, meg ha kimondod, akkor is odaadjuk. Tehát, hogy nincs igazából súlya ennek most. Mert hogy megkapta az ajándékcsomagot. De akkor a sarokba térdepelnék kukoricára. Megbüntetnéd saját magad? Akkor megbüntetném magam. Na, nézzük a közlekedési híreket. Trafia 85-ösön Faradon Győr felé fehér Seatból, szinte mint mindig, most is ez ugye egy szokásos hír. Aztán Tomibó is elküldte ezt nekünk, köszönjük szépen. Röjtök Muzsaj és Fertőszent Miklós között vízátfolyás van, mindenki vigyázzon, ez Dóri küldte nekünk. Hungária körút rendőrök figyelik a buszsávot több helyen, ezt Garma írta, és még mindig torzít a hangom, és megőrülök. Baleset miatt áll a sor a 471-es a Nyírbátor és Nyírcsászári között. Írom a változásokat. Nincs mit. Írja Pitti. Mit csinálsz, ex-pufi? Nem hiszem, ez a reggel megint annyira szürreális, és a Feri föláll, csak mondom a hallgatóknak, és elkezdett levetkőzni. Most azért még már vannak változások. Mondtam, Feri, hogy megmutatom a izét, mondtam, hogy megmutatom a Janinak a nadrágomat, meg a cipőmet. Milyen? Mit csináltam? Jól nézel ki, jól, de még nem annyira jól, hogy vetkőz. Most. Feri levette a farmerjét, és farmerjét vagy farmerját? Hagyjad ezt a nyelvet! Mindegy, nem fogadjuk el egyiket se. Levette a nadrágjét. Jó, akkor mondom úgy, hogy biztos. Azt mondta, hogy szerinte ciki a izé, a térd alatti. Utasd! Feri felvette. És továbbra is fenntartom. Nézd, megvárja, fölveszem a cipőmet, és azt is elhoztam neked. Jó?
Ez a spéci futócipő? Na te jó. Tudtam, hogy megvértetik veled. Nem nagyon fogyott. Utoljára ilyen általános iskolában volt nekem. Most ezt ki is futni? Nem, egyébként nem. Nem, jó, jó. Egyáltalán nem. Egyáltalán nem, csak kellemetlen. Nem, mert minél, mert az a jó, hogy ez így ilyen inspiráló tényező, hogy távolodj. Igen, Feriben egy sportcipő, egy olyan futógatya, ami úgy feszül, ugye ez ilyen stretch gatya, vagy mi ez? De igen. Térd alatt van, egyébként nem néz ki rosszul, és egy fekete póló. Nagyon slankosodsz, te srác. Oda megyek. Tolod az abonát? Ne, én mindent látok ebből a távolságból is. Nem, egyébként szoktam. Mondjuk, nem ciki. Amúgy egy olyan változatot használ, ami egy picit jobb, mint ez a klasszik tért fazon, mert hogy ez térd alá megy. Most vagy nagyobb méretet vettél, vagy pedig ez kifejezett. Nem, jó az, amit csinál. Nem húzd föl, jó a térd. Tehát jó az, ez jó pofa. Jó pofa. Egyébként én is szoktam néha ilyenbe futni. Tényleg jó. Amikor nem akarok bemenni a postára. És látom, hogy a postás elmezőt bedob. Szoktál futni a postáig, és bemész? A postás bedob egy, hogy hívják ott, egy értesítést, hogy menjek be a postára, küldem én, és utána szaladok. És ha véletlen ilyen van rajtam. Nem. Ez még jó. Mindig nem tudlak hova tenni ebben a futócukban. Megígértem a Jánosnak, a lecikizte a nadrágomat, és Velence egyértelműen velem van, mondták, hogy nagyon jó nézek ki, mondom, behozom. Integettek ott neked, hogy hajrá, Feri. Persze, izé van. Tojad! Estenként kiülnek oda a kis padokhoz, a házak elé. Marika néni. Gyere már, jön! Itt fut a hegy. Nem jó ez egyébként. Van, aki kedveli, én kevésbé kedvelem, egy időben is futottam ilyenbe, aztán így rájöttem, hogy nem annyira, mert hogyha esetleg rövid egy picit a póló, akkor mindig ilyen fura testtudatom van, hogy valaki nézi a fenekemet hátulról. Hát de az a gatyán rendes gatyában is mi? Úgy van, nem? Szó. Azért picit az jobban, jobban kihozza a fokhagyma gerezdeket. Hát neked. Hát akkor hát nekem a jobban kihozza. Igen. Na és ma mi az etap? Lefutok ma Lellére. Tényleg, annyira nincs bennem ez a Lelle, el kell indulni ma Lellére. Hát vagy reggel jössz, ahogy szoktál. Hát most egyébként, tehát hogy M7-es autópálya. Konkrétan, igen. Szóval, de hogy ma is mész valamennyit mozogni? Persze, minden nap kell, valamit minden nap kell csinálni, testtudat van, érted, ez nem úgy. Most engem a rövidújú pólóval zavartál már össze, nem is annyira. Hát most is pont igen, hogy most gyúrsz is már, vagy hogy... Nem látszik, hogy nem gyúrok. Figyelj, a görögdínyén a két pálcika kar van nekem föltéve, úgyhogy nem gyúrok, csak nem akartam itt inkben és spandex gatyában ülni, ezért vettem föl. Pedig az lett volna az igazi. Pólót. Az már divat csinálás. Hát gyerekek, hát akkor... Ma este Janival futunk egy Balatont. Balaton mellett itt. Figyelj, egyébként elmehetünk. Én kíváncsi is vagyok rá, hogy fut. Én nem akarok egy olyan világban élni, ahol ti együtt futtok. Ennyi. Én meg akarok halni. Úgy megyünk nem akarom le. Ezt az életet. Ne, úgy megyünk le, hogy már én eldobom magamtól azt az életet, a Rákóczi Feri együtt fut. Én nem akarok egy ilyen világban. Én vissza akarom kapni a régi Feri. Feri, ha ott vagy bent a Nagy Feriben, gyere ki. Haló, Feri, ha ott vagy a Feriben, gyere ki! Ne, úgy van, hogy 6-kor még valami nagyon könnyűt, egy kis halat eszünk, egy halat, jönni valami zöldet, és akkor vajasabon egy 40 kilós amúrt még benyom. És akkor nem, én 7:30-tól már akkor lehet a másfél órával egy könnyű vacsora után már tudunk ott egyet leellén futni. Figyelj, 7:30 az jó. Mi van azzal a fusson, akinek 5 anyja van? Fussanak a szegények, fusson, akinek nincs autója. Most úgy van, hogy beépülök és belülről bomlasztom majd a futók társadalmát. Ilyenekkel hergeltük a futókat. Tegnap is ott mentem el a Margit sziget mellett, és láttam, hogy egyébként baromi sokan futnak. Gyere ki te is. Hova? 7:30-kor futni. Én nem adom föl az elveimet, én egy olyan ember vagyok, aki kitart egyenes háttal. Nem, tegnap 2,5 órát, majdnem 3 órát teniszeztem. A tűző napon pókjárásban. Nekem nincs bajom a sporttal. Én squasholom, focizom, teniszem. Én akkor sem megyek el futni, ha üldözni kezd. Érted? Nem futok. Elvi kérdés, hogy nem futok. Fussanak a szegények. Dehogy is, nincs benne élvezet. Nincs benne ilyen, nem találtam meg se a monotonitásban, se az, hogy mert csak pedig futok. Nem voltak társaid, de most már most itt van Feri és én is. Vagyunk el. Azt mondja egy barátom, aki egyébként nagyon régóta fut nagyokat, hogy nagyon jó a futás a vége, amikor megállsz. Hát a sport egyébként így vagy, amikor megállsz és beülsz az autóba, lezuhansz, és ott érzed, hogy úristen, de jó. Tehát volt. Mindig ott a legjobb, amikor megjön a hatása. Nem, én kitartok, és bízom benne, hogy egyszer visszakaplak téged is.
ez a fajta morális árulás, amit te itt hat éves felépített szerepeddel elkövetsz, ez valami, ez karaktermészárlás. Ez egy erős, ez felér egy karaktermészárlással, amit te most csinálsz. Gondolj a saját szerepedet ölöd meg, és a karakteredet ott nyírod ki ebben a műsorban. Ott vagyunk Lellén a déli parton. A északi part, gyönyörű hegyek, gyönyörű. És Keszthely felé megy le a nap. Ez gyönyörű. Ott futunk hárman, fussasak. És ahogy visszamondom hárman, és ahogy visszafutunk, egy hideg fröccs vár bennünket. Majd a visszafutásnál ott ülök. Nem. Hát és nagyon erősen ott leülünk a vízparton, megérkezünk, lerogyunk, és iszunk egy fröccsöt. A gyerekek, ne haragudjatok ezért, nem. Bármi. Ha van ott egy teniszpálya, ütök veled ötöt, squash, bármi. Én nem tudok teniszezni. Megtanítalak. Egy óra alatt már eltalálom a labdát. De hogy én nem futok. Lenne. Gyerekek, ha már ez a futás, mi van ezzel az Ironman-nel? Hát vagy most már ketten is le tudják futni. Mennyi az 21? Az évig ott arrébb vagyunk. Az lassú lenne. Na mi van? Mert hogy nagyon jön ám ez az Ironman. Jön. Hát ez közeledik, és ugye volt egy ilyen, majd Bali úszik, ti megfuttok, meg biciklisztek, nem most kiderült, hogy okosóan egyébként akkora vettük ki a szabadságunkat. Tehát, hogy készülök egy hosszabb túrát tenni, nem belföldre, ahogy hallom, talán ti is elutaztok lehet, nem biztos, hogy... Mondjuk én mindenképpen ott vagyok. Én mindenképpen ott vagyok a gyerek miatt. Az jó, de most nem ez a kérdés, hanem hogy mi lesz magával a dologgal. A futással, az úszással, aha, és azzal a kis 90 kilométeres bringással, amit egyébként ezen az Ironman-en olyan nagyon könnyen bevállaltunk, hogy jó van, majd a hülye úszik. Ez voltam én, de ez nem is baj, mert leúttam volna, de Szabin vagyunk, meg hogy most akkor mi lesz veletek? Aha. Hát csak vagyunk itt még egy páran, akik sportolnak. csak tud még valaki jönni segíteni, hogy ezt meg tudjuk csinálni. Nem azért mondom, mert hogy van kvázi egy ígéretünk. Hogy mi megyünk. De hogy mi akkor szabadságon vagyunk. Nem tudom, hogy ti visszajönnétek-e ezért szabadságról, de hogy már készülünk egyébként, ha jól tudom, ugye kedden vagy szerintem ti is elutazni. Ez így igaz? Ez igaz, de én még egyszer mondom, picit elkódoltuk, csak jelzem, hogy finoman eltájoltuk magunkat. Én ott vagyok, de sem úszni, sem kerékpározni én nem tudok. Tehát, hogy főleg úgy, hogy ha esetleg bevállalnám azt a futást nélkületek, akkor előtte azért nem tudok letekerni 90 kilométert. Az úszásom az meg olyan? Nem egyszerű. Az milyen? Segítségre szorulsz, mondhatni? Igen, mondhatni. Ez a merülős típus vagyok inkább. Aha. Ez a mély tengeri vonal az enyém. De most mi azt ígértük, mit ígértünk? Ki emlékszik rá? Azt ígértük, hát azt, hogy te úszol és kerékpározol. Ja, én pedig majd a parton tapsol neked. Értem. Nem azt ígértük, hogy így a Klassz FM, érted? Tehát akiknek van valami közük a Klassz FM-hez, akik tudják, mi ez a rádió, akik hallgatják, esetleg akik láttak már logót, akik szerint klassz dolog a sport. Mi van a többiekkel? Hát mi, ugye, hol vannak ilyenkor? Miért nem csörög meg a telefon, hogy gyerekek, Szani Roland vagyok, jövök úszni. Igen. Csabi, Szabin lesz, de ezen ugye nem lekölődik meg senki. Hát most, igen, tehát a Csabi és a Szabi az olyan, mint az idő és a tikotájm, együtt jár. Együtt. Tehát, ők abszolút együtt mennek. Augusztus 23-án van egyébként ez a kis Ironman, ami egy ilyen fél Ironman, mert ugye, hogy ez egy féltávú dolog, vagyis 1,9 úszás, 90 kerékpár és 21,1 kilométer futásból áll. És hát itt vagyunk is. Szóval, hogy érted, amikor kitelepülés van, ajándék van, akkor jönnek a hallgatók. Amikor a dicsőséget kell learatni, akkor jönnek a kollégák. Most értettem meg, hogy mire játszol. Csak van még 3 darab pólunk, amit rá tudunk adni 3 darab hallgatóra, aki bevállalja, hogy a Klassz FM-es csapatban ezt megcsinálja. Szerintem jól érzem, hogy erre bazírozom? Jól érzem, hogy kicsit neked is a szabadság lebeg így a szemed előtt, az utazás a családdal, és nem egy szombati visszajövetel a szabadságról hirtelen, ugye? Így van. Aha. Én kimondom, amit ki kell mondani. Szerintem nincs ilyen hallgató. Szerintem gyávák. Szerintem ők se tudják megcsinálni, vagy szabadságon vagyunk, hogy nem mernek egyszerűen oda jönni. Szóval mint mindig most is a hallgatók fognak minket megmenteni. Nem fognak. Hát mert buhák. Persze, hogy tudnának már le. Hogy lenne valaki? 95, hogy tekerne már le bármelyikük is. Hogy lenne már valaki, aki egy 9-et le tud. Másfél millió emberből, érted? Nevezési díjat is elintéznénk, biztos lenne érte klassz ajándék is. Na, de hát így nem tudunk kinek adni. Jó, hát ezeknek itt fogadhatod. Ránk rohadni a bögre megint. Mondhatod ezeknek fel. De, puhák őt. Persze. Jönnének futni, érted, velünk. Hát most ma este, de semmi. És Klassz FM-es pólóban futhatnának egyébként?
adnánk nekik, tehát impolót. Jó, fogalmazó, futhatnának, de hát... Ha nem lennének puhák. Hát nem tudom egyébként, hogy mivel érdemeltük ezt ki. Aha, jó. Szerintem még nem vagyunk meg. Nem, de hát... De megtettünk egy reménytelen kicserletet arra, hogy meglegyünk. Mink van. Tessék, miből élünk? Hát úgy tűnik, lojális hallgató nincs. Élünk egyrészt a Kisóból, aki elmondta, Orsi, ugye itt Orsi a Vivába volt Kisó, aki elmondta, hogy fut. Így van. De az nem jó, mert arra ott vagy te is, de te a gyereket is tápolod, mert ő elindul egy mini királyról. Van, ő az Iron Kitchen indul. Aha. Maradj ki ebből. Na fuss, maradj ki ebből. Ott a gyereket kell, gyereket kell is tápolni. Ha mi nem vagyunk ott, érted, akkor neked se szabad. Kisó fut. Aha. Tud-e a Sunny Roland úszni? Tud? Majd megtanul. Van még egy hónap. Azért jó, hogy nyílt víz, mert nyugodtan bele lehet hányni a vízbe. Tehát, hogy nincs ezzel baj. Így van. Tehát már a Sunny Roland sokkal otthonosabban érezheti magát. A helyi horgászok még örülnek is neki. Így van. Tehát kell egy bringázó, meg kell egy futó. Nem, kell egy úszó, meg kell egy bringázó. A Kisó vállalja a futást? Hát vállalja, hogyha aznap neki nincsen dolga a televízióban. Hát ne legyen. Mit csinál ő a televízióban? Lottó. Reprezentálja. Lottó sorsolás? Sorong testét. Na most 5 számot ki tud húzni a Mák Kata is. Foggal. Na. Lába. Igen. Ja, hogy szombaton van a lottosor. Igen, és az a baj, hogy ha beleg olyan dél körül lesz a rajt, na most amikor leúszák, meg lekerőzzák ezt a távot, akkor indulna ugye a futás. Hát ez egy olyan mennyi lehet, hogy mondjuk egy cirka, egy olyan 3,5 óra, mondjuk jó, eresszük bőlére, mondjuk 4 óra múlva. Tehát akkor 4 óra, mondjuk ilyen 3,5-4 óra magasságába kezd majd. Na, ő mennyi idő alatt fut 20 kilométert? Hát szerintem, francot, hát az nagyon jó idő lenne, kettő. Szerintem. Hát igen, kettő körül. 4-kor elindul, 6-kor vége az eredmény időt, és már nem durván kell számolni. Durván kettő. Még ja, a 26-ost ki tudja húzni fél 8-ban. Vagy egyszerűen célnál tovább fut. Átfut, elfut a Kunigundáig, vagy nem tudom hozzá. Most bringát tudunk adni? Azt még talán szerintem tudunk szerezni. De ki ülne rá arra a biciklire? Ki? Mondjátok meg ki? Nem tennék ilyen könnyen műgéreteket, ha nem van egy bringánk. Én odaadom az enyémet. De most aki tud bringázni, annak van bringája. Ez a beszél. Ja, hát tessék, gyerek, hát nem miért majd azt is mi adjunk? Hát most adunk pólót, annak, aki úgyse vállalja. Adunk pólót, bögrét, most erre még bringát is. Uh-huh. Jó, figyelj, ki vagyok, felpumpálom. Jó gyerekek, már azért jelentkeznek, hál' Isten. Ha adtok egy jó bringát, akkor letekerem. Én bevállalom a futást, csak miattatok, írja egy hallgató. A 90 km bringa egyik felét vállalom. Aha, nagyon jó. Uh-huh. Én segítenék az Ironman-ben, de egyéniben már beneveztem magam. Ó, milyen finom osztás. Hogy jönne ő valami részfeladatot vállalni, de hát egyéniben már ő ezt megcsinálja. Futást vállalom, írja Viki. Lenyomom helyettetek, smiley jele. Nem veszük ezt még így azért túl komolyan, hogy lenyomom helyettetek. Azt mondja, hogy... Ilyenkor szoktunk ott toporogni a rajtnál. Hol van már? Nem azt mondta, hogy lenyomja helyettünk az egész. Kristóf vagyok, a kerékpározást bevállalom. Gyerekek, meg vagyunk, lehet arcoskodni újra. Kint vagyunk a gödörből, kisütött a nap, elmentek a gomolyfellők, itt vagyunk, megvan a csapat. Már csak vissza kell hívni néhány hallgatót. Andrea vagyok, szívesen bevállalom a félmaraton. Most is éppen futok. És még SMS-t is írsz közben. Letekerek 90-et simán. Futok veletek lóháton. Gyerekek, meg vagyunk! Újra elindult a biznisz. Én tudtam egyébként, hogy bízhatunk bennük. Így van. Én mindig hittem bennetek. Tudtam én is, hogy jönni fogtok. Egyébként is nincs annál jobb, mint Kisót végignézni lihegve lottos sorsoláson. És hármat számot kiúszárak a csapzott hajjal beesik, érted? Hát nincs annál jobb. Amikor lihegve azt mondja, hogy 69. Hát, jó, meg vagyunk? Vagy ez még így azért erős meg, túlzás? Szerintem meg. A lényeggel meg vagyunk, mi ki tudunk szállni. Mi el tudunk menni szabadságra. A hallgató Klassz FM-es pólóban nagy családként a Klassz FM stábját erősítve meg tudják ezt csinálni. Juli mindenkit visszahív, és meg vagyunk. Ennyi. Mondom, ajándék póló. Fél 8, és már ezen se kell indulni. Gyerekek, hát így oldódjon meg minden bajunk, nem? Egyébként mi vagyunk a hülyék, hogy pont ott vettük ki a szabadságunkat. Nagyon bőszen megértük, hogy persze megyünk, úszunk sapkában, meg futunk, meg tekerünk, aztán valaki felsikoltott, hogy áj, gyerekek, nem jó. Nagy a baj. De nem baj, az a lényeg, hogy sokan legyenek ezen a rendezvényen. Ez nagyon jó rendezvény.
Nagyon szuper rendezvény. Tényleg az egyébként az. Ráadásul marha színvonalas lesz az alapján, amit mondjuk a honlapukon láthattok. Másik pedig az, hogy nagyon-nagyon kevés európai város kapta meg ezt a lehetőséget. Ez egy nagy dolog. Hogy megrendezhesse ezt a versenyt. Rajtunk kívül csak kettő. Jó, ha valaki tényleg vállalná most egy pillanatra a viccet félretéve, akkor írja nekünk SMS-t, és Juli mindenkit visszaív, és akkor összerakunk egy csapatot. Jó, egy Klassz FM-es Morning Show-s csapat. Ajándékcsomagokat ígérünk, és adunk is pólót, és beszámolási lehetőséget majd az Ironman után. Jó? Jó, hogyha marad esetleg valami kis így profit gyerek után, én abból adok nektek. Ha hagy a gyerek, te csak akkor. Fél nyolc út, pontosan 4 perccel jövünk a hírek után. 3:48 lesz egy perc múlva. Hello mindenkinek. Jó reggelt, gyerekek! Nagyon sok jelentkezésünk van, úgyhogy jól állunk. Mert megpiszkáltuk őket, meghúzgáltuk a bajuszukat, és már is. Igen, jól állunk tényleg, úgyhogy ez jó lesz. Jó, de a többiek cserben hagytak minket. Nem, nagyon jó fejek. Nagyon jó fejek, hát hogy ott is lesznek. Igen? Az egy 27 éves csajszi vagyok, triatlonoztam. Te? ez egy nagy coming Malajával, out. Igen, most végre bevallottam. Egy hatalmas coming out, igen, 27 éves csajszi vagyok, triatlonoztam, úszom szívesen. Megkérdezzünk? Uh-huh. Aha. 27 éves? Hát akkor mindenféleképpen. Triatlonista? Na, várjál. Na akkor őt tegyük be úszni. Aha, jó. Vagy menjünk el vele egy wellness hétvégén. Igen, tessék. Hello Balázs. Szia. Hello, írtál nekünk SMS-t. Igen. Igen, de jó hangod van. Hogy hívnál? Kata, gyorsan töltőre teszem a telefonomat, mert le fogok merülni. Az nagy baj lenne, mert megvan az úszónk. Uh-huh. Te vagy az. Igen, nem megtaláltunk. Júj, de jó. Figyelj, te triatlonoztál tényleg? Igen, tényleg. Ez mit jelent? Hát én kisgyerekkorom óta, olyan 7 éves voltam, amikor elkezdtem is olyan, nem is tudom, 20 éves koromig csináltam. 7 évesen triatlonnal kezdtél? Igen, először úsztunk, és akkor utána már fokozatosan mindent csináltunk, és akkor indultunk ilyen versenyeken. De miért? Megszüntették a távolsági buszjáratot? Vagy miért kellett ez közlekedésnek? 7 évesen már elkezdted? Az nagyon durva. Nem bírtak a szüleim velem, úgyhogy valamit kellett kezdeni. Na de 7 évesen nem teljes triatlon csináltál, mondjuk az úszással nem nyilván persze. Igen, elkezdtünk úszni, megtanultunk úszni, akkor közben futottunk és bringáztunk, aztán így az edzőnk által indultunk egy versenyeken, először hatan voltunk, és akkor itt folyamatosan egyre nagyobb lett a csapat. És megcsináltad sokszor a teljes triatloni távot is? Tehát a 180... Hát ugye korosztályunként... Ahány éves vagy, ugye úgy megvan, hogy melyik adott távon indul. Na de 20 évesen megcsináltad már, nem? A teljeset. A nagyot. Tehát az Ironman-t. Dehogy is. Nem? Akkor nem. Mennyit úgy tudsz úszni? Uh-huh. Hát mennyit is kell itt? 1000? 1,9. 1,9. Hát az nem sok. Mérföld. Igen. Hát azért edzéseken nem is tudom, ilyen 16 évesen úsztunk 5-6 kilométert. Hát akkor érted. De most ezzel azért, hogy a formában vagy? Hát mostanában nem úsztam, megmondom őszintén, de ha kell, akkor simán nekiállok úszni. Uh-huh. Nem egy olyan vészes táv szerintem. Mondjuk ez élővíz, ez nem medence, tehát hogyha egy picit rá akarsz készülni, akkor beindítjuk majd neked a hajdúszoboszlón a hullámot. Jó, figyelj. Hát, és te lenne kedved úszni? Simán, persze. Ez pont érdekes, mert tegnap előtt néztem a netet. Láttam ezt a versenyt, és így gondolkodtam rajta, hú, de jó lenne, meg nem tudom, hogy lenne kedvem hozzá, de nem indulnék el egyedül, mert azért, hát azért 90 km bicikli, azért szerintem az nehéz benne. Na, hát akkor most már is vannak barátaid. Márhogy abból a szempontból, hogy itt egy nagy család vár téged. Mi is a barátaid vagyunk, hogy vállaltad. Igen. Akkor figyelj, akkor ússzál te, jó? Oké. Okay. Akkor felhívunk majd, és megbeszéljük a részleteket. Azért picit edzél. Persze. Jó.
Tehát ott valahol ott kéreckedjél bele a Dunába, ott a Margit híd környékén, aztán kerülj. Én muszáj egy szigetet. Hová valósi vagy? Kaposvári. Ó! És ott nincs Duna se. Aha. Látod, milyen nehéz lesz neki? Igen. Nincsen, majd jövő héten megyek a Balatonra, akkor úszok. Na, az nagyon jó. Az nagyon jó. Csak vigyázz a kikötőkkel, mert ott mindenféle fertőzéseket lehet összeveszni. Ja, igen. Uh-huh. De csak az egyszer volt egyébként. De a Kopaszigátnál nincs ilyen. Ott nincs. Ráérsz 23-án egyébként? Itthon vagy? Mindenképpen akkor. Na, tehát nem úgy, ahogy mi is ráérünk, aztán kiderült, hogy akkor már majdnem egy hete szabin vagyunk. Oké, okay, figyelj, nem. Akkor hívunk adás után, jó? Okay. És akkor mindenféle felszereléssel ellátunk. Most itt nem az utcosapkát értem, hanem klassz FNS bolincsos. Ilyenekkel rendelkezem mindennel. Ilyen van neked, jó. De én megmondom őszintén, versenybringám is van, de megmondom őszintén, a biciklivel annyira nem biztos, hogy az a 90 kilométer az olyan de nem vannak többen jelentkezők. Vannak bringások. Vannak bringások. És figyelj, a távolság sem probléma? Tehát, hogy azért mégis ez a Kaposvárról, és jó, mert ha megcsinálnád, hogy otthon leúszod és feltöltöd a YouTube-ra. A testvéred vesti. Igen. Na. Tudsz nála. Van hol aludni. Aludni. Persze. Oké, okay, jól van, hívunk akkor, jó? Nagyon köszi. Köszönöm. Oké, okay, sziasztok. Hello. Szia. Tényleg nagyon jó hangja, adjátok ki a szemet. Ugye? Írja Viko. Nem adjuk. Ő a miénk. Számírigyek vagyunk. Igen. Na jól van, szóval akkor hogy állunk? Van hát, jól. Van úszónk, és van egy félig a lottósorsolás a befutó kisónk, ugye? Van egy csomó ember, aki vállalja a futást. Ne, ez a beszéd, hát akkor most van. Van bringásunk is. Menjen számot húzni, szegénykém, akkor hát akkor megbeszéljük majd vele, jó? Jól van, oké, meg vagyunk. Ez nagyon jó. Ezt is letudtuk. Reméljük, hogy kisót nem fogja zavarni, egy picit majd verítékes homlokkal fog majd sorsolni, de na, hát... lepufnizzák. Persze, meg okay. Volt már olyan televízió személyiségében az országban, hogy mindig izzadt, amikor a képernyő volt, de hagyjuk, mert már volt vele egy címdap ezen a hittem. Kapcsolja a Muzsika TV-re, ott mindenki izzadt mindig. Na jó van, Óven bácsival is Berunén, lejátszunk már is. Óven bácsi és Berunén. Nem gond, ha nem vágod a párologtatók bináris nyelvét. De ha jó a fület, kitalálhatod, mit dúdolnak a bucka lakók vidám szomszédai. Óven bácsi és Berunéni, a párafarm csalogányai. Halló, jó reggel! Halló, jó reggel, sziasztok! Hello, Ádám! Szia! Nem Ádám, az Erik. Erik. Az Ádám a kollégám még mindig. Aha. Ott van Ádám is. Hello, Ádám! Sziasztok! Tudtok futni? Természetesen. Nagyon. Tényleg? Nagyon jó. Akkor ti is benne vagytok abban a kalabban, amiből majd kisorsoljuk azt, aki fut. Tehát Erik és Ádám játszik együtt. Így van. Aha. Egy nagyon helyes, kedves meleg pár? Nem, nagyon helyes kollégák. Kollégák vagy, és együtt mentek dolgozni? Aha. Így van, igen. Ó. És te az Erik vagy? Az, igen, az. Zsumi, Erik! Ez se esett nekem, no. Tényleg? Nem akartam elmondani. Tényleg, a felhő, nem tudom, a anyám szerint, és igen. Így van, igen. De rég nem beszéltük már. De igen, azóta összejött volt, Ádám. Igen. És ki vesz föl ki? Te veszed föl az Ádámot, vagy az Ádám kap föl téged valahol, vagy hogy van ez? Hát most kivételesen az Ádám vesz föl engem, és akkor így megyünk. És ki mehet be először a zuhanyzóba? Reggeleggé. Mi van mostában? Ritkán írogatsz nekünk, vagy ritkábban legalábbis? Hallgatlak titeket, csak nem mindig tudok, sajnos a munkahelyen nem mindig lehet rádiót használni, illetve nem mindig tudunk, mindig van áram, van amikor ilyen tevékenység, van ahol nincsen áram a lakásban, aztán ilyenkor nem tudok titeket hallgatni folyamatosan, de hát igyekszem nagyon. Azt hittem anyád ritkában tölti fel a telefonodat. De, mert nincs egység, amiből küldhetnél SMS-t. Elfogytak a bölcsességei. De mindig, ha mond valamit, akkor megjegyzem azért. Figyelj, nekünk ezek azért fontosak, ezek az SMS-ek, mert vannak bizonyos rituálék, amikhez mi reggel ragaszkodunk, és egy-egy ilyen erikes SMS az ugyanolyan, mint ahogy írnak más hallgatók, akik aláírják, és ugyanazon a néven írják alá, ugyanúgy írják alá, ugyanazt írják, szóval ezek nekünk fontos. Fontos pillanatok. Jól van. Mivel foglalkoztok egyébként? Mit csináltok? Lakásfelújítási generálkivitelezést csinálunk. Oh. Ez magyarul festőt jelent, vagy valami komolyabban? Hát mi a festő részét, de egyébként minden. Tehát van alvállalkozók, meg minden. Mindennek már egy ilyen modern neve van, nem? Lakásfelújító generálkivitelező, mint a pompom, tudod? Mint a takarítóknak a menedzser, tisztasági menedzser. Tisztasági menedzser, igen. Budapestiek vagytok? Budapesti cég? Igen. Gondolkozol a lakásfelújításon? Aha. Tényleg? Hát akkor Erikéket kell hívni. Hát ennyi. Én most dolgoztam az egyik konkurens TV csatorna egyik
általatok nem túl szeretett emberénél, de inkább ezt nem mondom ki. Na várj, most kezdett el érdekelni a dolog. Hol voltál? Ja, valakinél lakást felújítottál? Igen. TV2-nél? Igen, de más nem szeretnék előmondani. Ja, nyilván nem mondhatod el, persze, mert akkor az nem adhatod ki, hogy... Tehát... De meg volt elégedve, annyit tudok mondani. Igen, de reméljük száradás előtt csuktad be az ablakokat. Mindenféleképp, hogy jó betenés is jönnek. Szépleteket szólja? Igen, nagyon szépet, meg volt elégedve. Pasi vagy nő? Pasi. Nem, hát azt mondta Erik, hogy ha nem kedveljük, akkor azért pasimát csajokat azért szoktuk kedvelni. Vagy igen. Kevesebb bajunk van csajműsorvezetőkkel, mint fiúműsorvezetőkkel, vagy férfi műsorvezetőkkel. Műsorvezető? És elégedett volt Frutko? És rendesen kifizetett a kárász? Nem próbált alkudozni a végén? Nem alkudozott egyébként rendben. Nem alkudozott. Na jó van. Oké, mutatjuk, mit csinál Oven bácsi Berú néni, figyelj. Oké. Nagy a baj. Egy intergalaktikus háborúban vesznek részt. Úgy érzel, egy kis szóváltásba keveredhettek a birodalmiakkal. Igen, megint megtámadták őket a birodalmiak, igen. Ebből szenesedés lesz. Igen. Mutatjuk, mit énekelnek, figyeljetek. Hát ez így hirtelen a Delusa Jonos történetre emlékeztet. Mondom, megkapkodj. Mire? Akkor nem. Hallgassuk meg még egyszer. Jó, legyen inkább ez. Jó, figyelj. Ja, a Nikasze Perimenóra gondoltam. Igen. Az nem ilyen. Hát az a Nikasze Perimenó. Na. Ez egy jó dal. Akkor nézzünk egy hosszabbat, az a biztos. Jó, mutatjuk a hosszabbat. Figyelj. Megvan már, csak nem ugrik be. Mit mond Ádám? Hát, ahogy hallom sem. Nagyon csöndben van. Azt is itt van. Azt tudom, hogy külföldi előadó és férfi. Igen. 100%. És... még ezt le tudnátok nyomni, be fog ugrani, tudom, hogy itt van a lány jelen. De segítsen már, Ádám, és mit csinál? Rakja fel a szájfényt. Tényleg nagyon csöndben van. Na, mutatjuk, figyeljetek. Az lesz az. Armageddon. Egy jó kis ér, az visz. Annyit nánanáztál, hogy azt hittem a végén, hogy bemondott, hogy huligánsz. De beugrott, tudtam. Jól van, ügyesek vagytok, a bögrét kivettük, de a többi az megvan. Jó? Rendicsek, oké. Okay. Van barátnőd, Erik? Most jelen pillanatban éppen nincsen. Aha. Azt mondja, hogy Erikkel szervezetek nekem egy randit. Kedves és vicces a pasi. Aztán az én jó tanácsaimat olvashatnátok be reggelen, te Adri. Nem rossz, nem próbálod ki, Erik? Érdekel? Hívjon föl, nyugodtan várom. Hát de most komolyan nincs tétje. Hát még nincs barátnőd, ő jelentkezett, és akkor beszámolsz róla, hogy milyen volt a vakrandi. Hát de nem tudjuk, hogy hány éves, meg hogy néz. Jaj, ne legyél már ilyen. Mi beutazol? MILF, Granny Teen, tehát ki a célpont? Vagy melyik korcsoport a célpont? Hát figyelj, 18-26. Elég szűk keresztmetszet azért. Aha, igen. Te mennyi vagy? Én 37. Értem akkor. Aha, elkezdtünk kacsingatni a fiatalabbak felé. Azt hiszed, azok már fiatalon tartanak. De csak 28-ak nézek ki, mindenki azt mondja. Az nagyon jó. Így jó, figyelj, megírja nekünk, mert hallgat minket, és látom, hogy melyik SMS-ről írta, tehát nem tud más írni, hogy én is Adri vagyok, vagy nem tudom, akkor majd megírom mennyi. Úgyhogy ha megírja, hogy hány éves, akkor összekötünk benneteket, ha rendben, a célok megfelel. Megbeszéltük, oké. Okay. Jól van. Köszi, vigyázzatok magatokra. Sziasztok, jó munkát. Ádám mit csinál? Ádám ül a kocsiba, csavargatja a rádiót föl, hogy ne gerjedjünk, és várja, hogy mit fog kapni az ajándékcsomagba. Hát sokat nem tett hozzá, vagy legalábbis nem hallottuk. Egyáltalán semmit nem tett hozzá, semmit. Csendes bomba nyomja. Igen. Nem, adok neki valamit, persze. Jól van. Köszi a játékot, ciao. Hello. Na. Ez is megvan. Így van.
Uh-huh. Felújítás, lakás generál. Szervezz rá, hát, ha ennyire elégedett a TV2-s arc, és akkor lehet, hogy valami jót csinálnak. Hát kérdezz meg őket, van festés, pázolás, mi van nálatok? Ja, szerintem minden lesz. Felszeditek a linoleumot? Igen, le is kitöröljük a lapánész. Csak ennyi kellene. Erikék átjönnek, csak addig tartsa a linoleumot, amíg kitöröm a lapánészt. És aztán visszarakja, és ennyi. Nem nagy meló. És még meg is kávézhat nálunk. Azért mondom, hogy... Na, gyerekek, Adri 27 éves, 168 centi és 64 kiló. Nagyon jó. Az? Az nagyon jó. Erik, hallod? Az abszolút. Még és lehet, szereti hogy... a bimbo piercingeket is, Erik biztos bejönne. Igen. Lehet, hogy még valami nagy szerelemnek leszünk a szemtanúja, hogy itt felvirágzik a szemünk előtt. Erik végre elköltözhet az anyjától. És generálhozhat egy nagyon. Kereskedelemben dolgozik, és kedves a hangja, írja nekem Anna az üzeneteket. Na jó, meglátjuk, mit tehetünk az ügy érdekében. Egy percen pontosan 8 óra jönnek a hírek, mi pedig jövünk a hírek után. 8 óra múlt 12 perccel jó reggelt kívánunk mindenkinek. Drága Morning Show hallgatók, holnap Balaton elén vagyunk, és nem megyünk már sok helyre idén, már hogy nyilván megyünk, de hogy nem abból a szempontból adásilag. És ezért, aki szeretne velünk találkozni, holnap megteti a napfénysandon, reméljük, hogy nevében tényleg képviseli azt, amit jelent, hogy napfénystrand, ebben bízunk. Benne, nagyon. De, most azért az elmúlt egy hétből az erősen látszik, hogy általában délutánra jönnek a nagy zuhik, de délelőtt jönnek, jönnek a felhők, gyűlnek, és aztán valahol délután lecsap. Ha mázlink van, akkor, akkor a délelőtöt megusszuk, és remélhetőleg a délutánt is. Szóval Balaton ele napfénystrand, ott vagyunk. 10 órakor Kassa TV színpadon, és utána élő kívánságműsor a strandról, aztán pedig a Vastagék, a Királyék, a Tóth Gabi és a Hooligans. Ez ugye a fellépők sorra, a Hooligans egyébként 8:30-kor kezd majd este. És tavaly nagyon nagy bulit csináltak ott. Igen, ők jó, igen, jó bulikat csinálnak mindig a klassz nyarakon. És aztán már csak ugye Debrecenbe megyünk majd, augusztus 18-án. Ami ugye egy hétfő, vigyázzatok, az érdekes csavarás. Ott tekerünk egyet. Az bizony, nem péntek, hétfő. Már úgy értem, hogy tekerünk egyet. Hú, persze. Tehát csavarunk egyet a dolgok menetén. Én már én nem szívok, de a kedvedért. Gyerekeket, egy trombita most körbejár. Hallod, persze, érted. Olyan fúvó zenekat csinálunk. Micsoda. Szóval, hogy igen, az majd augusztus 18, Debrecen Kossuth tér. Jó? Úgyhogy azt egyelőre még nem is kell nagyon észbe tartani, a Balaton lelejeknek mondjuk, hogy várunk mindenkit szeretettel. És hát örülünk mindennek. Úgy értem, hogy a sajtos tejfölös lángos, az ételital és minden, amit hát, megengedhetünk magunknak. Illetve nyilván mi ketten örülünk. Jaj, hagyjál ezzel! Mi ketten örülünk, Feri egy vajas kenyeres abonettes szendvicset szívesen elfogyasztunk. Kenyeret nem eszünk, mi futók. A fitness pápa, te egy jó célzás, ha lítek ebbe, tolsz, hogy mi lesz? Egy rukkola salátát? Igen, de csak öntet nélkül. Jó, az öntet az már túl sok kalóriát tartalmaz, igen. Na, mi van a pohárral? Azt mondd el nekem, hogy... Figyeljetek, én tegnap üzentem a poháron keresztül, hogy ha esetleg nagyon unatkozik az illető, akkor babráljon a lába közt, de hogy... Nincs válasz? Nincs, egyelőre nincs válasz. Ha azóta van válasz, hogy én kint voltam és kávét csináltam, akkor azért nagyjából körbeírható, hogy ki volt kint, akkor, mert az a félszemmel mindig figyelem, hogy ki megy ki. És ki volt kint? Hát egyelőre most a Laci rohant ki a pohárért. Ja, hogy behozza a poharat. Igen, behozza a poharat, de hát elközben bármi törhet el a poharat. Én nem hiszem, hogy a Laci. Nem hiszem, hogy a Laci lenne. Az is. Szerintem megismerjük az írását. Szerintem ez nem a Laci. Mert ezt most komolyan mondom. Mikor láttad a Lacinak kézírását? Mert én e-mail szoktam. Hát folyamatosan jegyzetelget nekem ide, hogy mit mondjak, de hogy nem ír szépen. Aha. Tehát, hogy ez egy kiírtabb írás. Nagyon jó, ezt szeretem. Nagyon jó. Tehát ne vidd el, köszi, így indul. Így van. Aztán ugye jött a miért. Miért? Pontosabban mert. Mert, vagy mert. Ugye? Mert. Erre te visszaragasztottad, hogy szerinted, ő pedig odaírta neked, hogy mert vesző tiéd sok-sok felkiáltó jellel. És erre most látom, ezt most már egyébként a pohár meggyalázás, hogy alkoholos filccel üzengettek a pohárra. Én is elvesztettem a fejem. Unatkozol? Babrálja a lábad között. Ez voltál te. Igen, ezt üzenem. Ez voltál te. És lehet, hogy azóta egyébként pont... És egyelőre néma csend. Azóta is babrál. Ezt mikor írtad fel? Ez tegnap 10-kor? Tegnap, amikor elmentem. Aha. És azóta nem történt semmi. És azóta nem történt semmi. Tehát akkor valószínűleg tegnap nem volt itt az illető. Vagy nem jött be, vagy nem volt dolga. Vagy megrettent. Vagy megrettent. Túl nagy nyilvánosságot kapott. Erre nem számított, hogy egy rádióműsoron belül üzenget nekünk. Illetve mi, hogy bemondjuk, de hát lehet tudni, hogy azért, aki bejön a szerkesztési szobánkba, és ráír a poharunkra, az nyilván foglalkozunk vele adásban. Most öntötted be egyébként a
Nem érdekes. Klaviatúrában nem baj, nem érdekes. Ja, vagy lehet, hogy csak, igen, lehet, hogy nem írt bele, csak beleköpött. Az jó, mert ez most a laptopomon landolt. Jó, akkor hagyjuk kint továbbra is a poharat, ugye hétfőn jövünk legközelebb, lesz pár napja. Megnézzük, meglátjuk. Jó. Írjon rá. De ez a unatkozó babrája töködelem, felhúztad magad. Tehát ez most kicsit odaszóltál. Most megelégelted ezt a partalan üzengetést. Eleve utálom ezt a rongálás kategóriába tartozó üzengetést, érted? Ráírni alkoholos filccel arra a nyomorult szegény kis poharacskára. Szörny, de tényleg szörny, komolyan mondom, hát ki kéne egy üvegpohára alkoholos filccel írni? Ez rohadt egy világ az, ahol már ezt se lehet megtenni. Meg tudod mi van? Oda megy, ingyér kávézik. A mi kávénkkal, a mi gépünkön, amit köszönjük szépen azoknak, akiknek kaptunk, vagy akiktől kaptunk, de még neki áll följebb. Még ő osztja az észt. Úgy, hogy issza a kávénkat. Hogy issza a kávénkat. Úgy? Igen. Tényleg. Jó, meglátjuk, hogy mit ír. De tetszik, hogy ezen így felhúztad magad. De osztad nyugodtan. Legyél kemény. Most meglátjuk, hogy mit válaszol rá. Na, nézzük a közlekedési híreket. Trafi a 8-as úton Veszprémnél, a Várpalota felé tartókat mérik, üzente nekünk Petyka. Aztán hien nincs, nem lesz lelénk, kérdezi Töki, ugyanez nem közlekedés. Nézem a programot, hát hien egy világ, ez nem. Ne kezdjük el, jó, ne kezdjük el megint. Nem lesz hien. Nem, nincs hien. Úgyhogy nem lesz, igen. Trafi Budapesten a Tímár utcánál ezt Totya küldte nekünk, valamint a Szilágyi Erzsébet Fasoron szinte áll a sor, csak tudnám miért. Erik, nincs hozzátok felvétel? Írhatjuk együtt a közlekedési infókat. István kérdezi Budakesziről. Erik és Adri egymásra találtott, már e-mailezgetés megy, csak mondom, hogy ott elindult valami. Hmm. Igen. És figyeljen az is, aki Fradi jegyeket szeretne nyerni, mert hogy még mindig van belépünk a Fradi Chelsea futball meccsnek hívott mérkőzésre. Gála meccsre, ahol a tisztes helytállás a cél. Így van. Melyik részről? Hát az erőviszonyokat ismerve reméljük, hogy... Hogy összekapja magát a Chelsea. Igen, a Chelsea kicsit összeszedi magát. Megint elhangzik majd egy kérdés, jó, mondjuk, hogy mikor, és SMS-ben kell elküldeni a jó választ. 2 darab jegy, ezek nagyon klassz kis jegyek, drágák, sok pénzbe kerültek. Nem úgy mondom, hogy nekünk, hanem hogy a felajánló nagyon kedves volt. A kapu mögé szólnak, és exkluzív. 22.000 darabja, augusztus 10-e vasárnap. És akkor lehet látni, akkor lehet majd először látni. Gyakorlatilag nem, mert élesben lehet ekkor majd először látni, hiszen előtte még lesz egy nyílt nap, akkor is meg lehet nézni, de labdarúgó meccset ebben a gyönyörű szép új stadionban, akkor lehet majd először látni. Bizonyám. Úgyhogy igen, drukkolunk a Ferencvárosnak. Na, Észak-Koreában megnyílt egy nemzetközi gyerektábor. Ezt nem tudom, olvastátok el. Megdöbbentő a dolog egyébként, hogy ugye Kim Jong-un egyébként mivel kedveskedik azoknak a gyerekeknek, akik esetlegesen Észak-Koreába szeretnének menni egy nemzetközi gyerektáborba, ahova egyébként szülők beadják a saját gyereküket egészen megdöbbentő módon. Oroszországból, Kínából, Tanzániából és Írországból is 300 kisiskolás megy majd ebbe a táborba, és akár egyébként Magyarországról is lehet jelentkezni, ha egy-egy szülő úgy dönt, hogy ő szeretné Észak-Koreába vinni a gyermekét, táboroztatni. Igen, ha szeretné, hogyha a gyermeke napi 10 órában dolgozna egy téglavetőben. És hogyha nem akarja visszakapni a gyereket, mert szerintem még az is benne van. És maga a főnök is tiszteletét teszi? Tehát Kim Jong is benéz. Valószínűleg Kim Jong is benéz, igen, és ugye eddig is lehetett táborozni, de csak azon országokból érkezhettek gyerekek, ami országokkal ugye Észak-Korea jóban van, de most már szeretnék ezt kibővíteni. Aha. És szeretnének meghívni sok-sok gyereket olyan országokból is, ahol esetleg nem feltétlenül jó a viszony Észak-Korea és az adott ország között. Uh-huh. És lesz barátkozás az észak-koreai gyerekekkel. Én azért gyanakodnék. Hát, nem vagyunk túl jóban, elküldnétek a gyerekeiteket? És szívesen érezzék jól magukat. 62.000 forintba kerül a 8 napos táborozás. Magyarországról is lehet egyébként jelentkezni. Mondom, hogy milyen programokat ajánl az észak-koreai gyerektábor. Eleve szörnyen hangzik. Nagy. Mert hogy észak-koreai gyerektábor, Észak-Koreában vannak gyerektáborok, csak nem gyerektáborok. Igen. Látom a lelki szem előtt az őrtornyokat. Igen, igen, igen. Tehát arról tényleg hallani. Barátkozás észak-koreai gyerekekkel. Milyen vidám. Nem? Vízicsúszdázás, videójátékozás, Kim Jong-il, valamint Kim Ir-sen aranyszobrainak megtekintése. Ez nagyon fontos program, ez jó. Ez jó. Sőt, Fennyánba is elviszik a gyerekeket, ahol szintén megnézhetnek történelmi nevezetességeket, és most már hangsúlyozzák, hogy nem csak szocialista országokból várják az ideérkezőket, hanem bármely országból. Aha. Szívesen.
várják a gyerekeket. Amikor az észak-koreai gyerekekkel találkozol, akkor ilyen, arra kérdés, hogy és ti mit szoktatok játszani, kérdezi mondjuk az ír gyerek, mit válaszol az észak-koreai, hogy arra, hogy ti mit szoktatok hát időre, időre szedjük szét, és rakjuk össze az AK-47-et. Ugye? Abból is lehet tanulni. Így van, illetve hogy hívják ott, rókajukat ásunk, álcázzuk magunkat, és hogyha jobbról van egy atomvillanás, akkor balra nézünk. Így van, taposóakna semlegesítés és szöges dolog felhúzása. Ezeket tudjuk. Mi más? Nagyon kemény lehet. Nagyon kemény. Szülőként beadnád a gyereked, hogy lehetne egy lehetőség, hogy 63 ezer forintért elutaztatják Észak-Koreába, repülőút, nevelők, és irány Észak-Korea. Nem. Vigyáznak rá. Ugye elmehet. Korhatár van, hogy mennyitől meddig lehet? Gondolom, hogy van, az itt nincs a cikkben. Hát kisiskolások, tehát 8-10 éves, 12 éves korig lehet menni. Nem, én nem zavarnám össze őket viráglátványával és habitusával semmiképpen. Nem tudnák értelmezni egyrészt a testfelépítését, másrészt a habitusát. Tehát, hogy azt, hogy a gyerek mennyire tele van önbizalommal, hogy a szemedbe néz, amikor kérdez tőled valamit, és már eleve úgy kérdezi tőled, hogy már kellemetlenül érzed magad, és lefelé nézel a cipődre. Igen, már nagyon rosszul érzed magad. Nem, azok a gyerekek, azok az észak-koreai gyerekek szerintem azért nem csattannak ki az önbizalomtól. És nem tudod vele tartani a kapcsolatot? Tehát se telefon nincs Észak-Korea felé, se internet. Tehát ott nincs, hogy írok egy level, skype-olok a gyerekkel egyet. Parancsol? Micsoda? Hogy? Jó, most az oroszok meg a kínaiak mennek, barátok. Tehát hát, azzal nincs baj. Tehát Amerikából létezik, hogy valaki beadja az észak-koreai gyerektáborba. És azt mondja, hogy hova megyek nyáron, apa? Tudod, a Hurontóhoz, vagy hova megy járnunk, Kanadába, készül, nem megyünk át Kanadába, igen, készülj, mész Észak-Koreába táborozni. Vajon ugyanúgy táboroznak egyébként? Tehát ugyanúgy énekelnek, zászlófelvonás, sők, hát ők ezt még szerintem még durvábban csinálják, mint mi annól a táborokban. Ott van a zászlófelvonás, gondolom reggel felkelnek, nem olyan túl korán, mondjuk olyan 4:30 körül, akkor gyorsan megmosakodnak hideg vízben, utána reggeli torna. Egyébként, amikor én visszagondolok a saját táborozásaimra, van egy-két ilyen neurológikus pont, amit azóta se tudok meg magamnak megmagyarázni, hogy miért csináltatták velünk. A közös matracok. Igen. A nevelő bácsi simogatása. Nem mondd el senkinek, Balázs, és akkor megkapod ezt a szép új cipőt itt. Amit aztán megmutattam anyunak, hogy nézd ezt az új cipőt itt. Mi megkapod, vagyunk a mókus, olyas, hol lakik a mókus az odóba. Milyen van a mókusnak? Nagy szőrös. Sóston. Meg csak én vagyok, az Béla bácsi. Sóston voltam gyermektáborban. És kizavartak éjszaka random módon kiválasztott gyerekeket hidat őrizni. Ronda módon. Azt mondták, hogy most a mókus őrs, most a nem bír lakból, vagy a nem tudom, ilyen ugye vicces neveket kellett adni. Nem bír lak. Nem bír lak, és akkor mi voltunk a nem bír lak. Igen, összeloptalak. Nem, az ugye vicces neveket kellett adni a különböző ilyen körleteknek, és akkor mi emlékszem el, hogy mi voltunk 8-ban nem bír lak, tudod, és csapkodtuk a térdeket, de nagy poén. Azt mondták, hogy ki kellett állni a tábornak a főterére, kimasíroztattak oda bennünket, meg kellett nézni a közös zászló felvonást, erre ti emlékeztek, és nem értetted, hogy mi tisztelegnek kellett egy zászlónak, már azt se értetted, hogy miért kell egyébként tisztelegni egy zászlónak, és azt mondták, hogy ma éjszaka a hidat őrzi. És akkor mondták, hogy nem bír lakból, mit tudom én, Sebestyén Balázs 6. osztályos tanuló. De előtte jöjjön be a megraklakban Béla bácsi. Az erős izgalmi állapotba került Béla bácsi az a megraklakban. Kizavartak egy rohadványos hidat őrizni, úgyhogy szétcsíptek a szúnyogok, hideg volt, rettenetesen féltem, éjszaka kellett váltanom. És a híthoz képest csak merőlegesen vezettek az utak, semmi funkciója nem volt. Semmi funkciója nem volt, és tisztán emlékszem, pedig nagyon fiatal voltam, hogy éjféltől, azt hiszem hajnali 4-ig vagy 4:30-ig, 4 és fél órán keresztül álltam és őriztem egy hidat, és nagyon-nagyon lelkiismeretesen mindig megijedtem, amikor elaludtam, mert tudtam, hogy nekem őriznem kell a hidat. De miért kellett őrizni azt a hidat? Nem tudom, mert... Nem volt jó. Féltél, egyedül voltál, és utána másnap elmesélted a társadnak, hogy ez szörnyű, és ők is elmondták, hogy ők is nagyon féltek. Miért őriztetnek 8 éves gyerekekkel hidat? Hát legyen feladatod, a felelősségtudat beépüljön, érted? Jelszó volt... Nem jött arra senki, az egy lezárt híd volt a másik oldalán, susnyás volt, nem egy átjáró volt. Álltam így a nádassal szembe, egy mozgott a nádas, tudod, éjjel egy órakor, halára partján féreg járt arra. Ki az? És ki az? Ha-hú! Odavágtad a zseblámpát. Odavágtam a zseblámpát, fogtam valami botot, amivel meg tudom magam érni, és tudom, hogy sokáig eszembe jutott. Jelszó! Nivea! Jelszó! Papírt adják, köcső! Milyen jelszó? Jelvaj!
És ezt például nem értettem. Mert csináltatok olyan dolgokat hát, táborban, amit nem tudtál megmagyarázni, hogy miért kell csinálni? Én pár évvel ezelőtt ugyanazt csináltam, csak nem egy hidat őriztem, mert az nyilván nem volt annyira fontos, mint az a kapu, ami mögött volt az az őrtorony, amiben én ültem, de az a kapu be volt lakatolva és láncolva. Tehát nem igazán értettem én se, hogy ha valakit vagy valamit nem tud megállítani a belakatolt, beláncolt kapu, akkor azt majd én meg fogom tudni állítani. Ráadásul és ugye, hogy féltél és nem volt jó? Után aludtam el. Vagy elalszol, vagy nagyon félt. Igen. És retteg az ember. Retteg az ember, hogy úristen, történik valami. Természetesen nem történik semmi, csak jön az irgalmatlan le. Szás, amikor jönnek, és ők ébresztenek. Elaludtál az őrségben! És úgy ébreszt, ugye? És úgy ébresztett, mint ő. De mindez 9 éves, és mindez még 9 éves volt, vagy 10 éves, tehát nem a Petőfi laktanyában volt. Milyen őrségben? Tudom, ez így abszolút megmaradnak ezek a dolgok, és így nem is érted, hogy ezeket miért kell csinálni. Rőzsegyűjtés vacsorához, és akkor így néztük, hogy ott álltak a gáztűzhelyek három. Ja, igen. Hogy hova? Ezeket így kitalálták vajon, hogy lekössék a gyerekeket? Mert van, ami például jó, tehát a kressz verseny, meg a futballverseny, meg a napozás a strandon, meg az együtt jövünk, megyünk, az jó. De amikor minden reggel 6 órakor kivonultak megnézetni azt a rohadt zászlófelvonást veled, és ott álltál álmosan a kis pizsomádba, egy kis macikával a kezedbe, arra is emlékszem, és nézted a zászlófelvonást, és nem értetted, hogy miért kezdte a rohadmány a zászlót, és az utolsó nap meg lehúzták az zászlót. És akkor meg azért mentünk, mert megnézzük, hogy leengedik az zászlót. Nem, mert minden este le volt. Minden este volt a zászló leengedés, így és van. És hivatalosan össze kellett hajtani a zászlót, az meg van. Letekerték, arra háromszög hajtásba kellett így van, megcsinálni. És odaadták annak a gyereknek, a szüleinek, aki közben elhult. Letekerték vele a gyereket. Igen. Csak volt mindig a végén egy záródiszkó, arra emlékeztek? Persze. Hogy volt a záródiszkó. Jó, de az jó volt. Igen, az áródiszkó az jó volt. És akkor ment az a három darab színes lámpa. Tudod, ha ment. Mert ugye ezek nem robotlámpák voltak, hanem csak így világított három különböző pontra a teremben. Színes fólia volt elétéve, mind a három egyébként fehér volt. Százas izzó, persze. Tudod, mit csinált az én őrvezetőm a táborba? Fogott három darab elemlámpát. Nem. Benyúlt a gatyám. Fogott három darab lámpát, megkeresett bennünket kicsiket, kezünkbe nyomta a lámpát, és azzal kellett nekünk így körözni. Úristen! És az volt, hogy tudod, ki a legkisebb, mert nyilván megint én voltam a legkisebb, mert a bátyám már két idősebb volt sokkal. Ki a legkisebb, sebessé! Fogja meg ezt az elemlámpát! Fogja meg! Fogja meg! 8 éves ott álltam Sóstói táborra, kezembe nyomta a lábát, és az volt az egész este a feladatom, mindenki táncolt, lassúzott, evett, köröztem a lámpával. Te meg ott installáltál. Én voltam a diszkó. Hallod? De figyelj, akkor jó volt, de most így visszagondolok, én azért lettem ennyire beteg, mert velem ilyen dolgokat csináltattak, míg mindenki jól érezte magát, én egy lámpával köröztem, hogy ők tudjanak táncolni. Tudod, milyen megalázó? De előtte befestették veled a 66-os izzókat színesre, vízfestékkel? Az is jó, amikor befestett. Igen, és ha nem köröztél elég gyorsan, és nem köröztél eléggé, akkor rátszóltak, hogy körözzél már, mert nincsen diszkófény. Igen. És ott álltál 8 esetben, köröztél. Körözzél már, lassúznak. Nem, lassúzás nem volt. Lassúzás nem engedték. Nem volt lassúzás. Nálunk nem engedték a lassúzást. Szerintem sok helyen nem, mert ugye hát az ott már akkor... És háttal se? Hát... És fiúval úgy. És emlékezik, hogy vaságyak voltak a sátorban? Persze. Nagy katonai sátrak, vagy hát nem tudom. És ilyen vaságyak voltak. Matrac volt, nekünk sima matrac volt lenne. De beton volt az alja a sátornak. Tehát ezek olyan sátrak voltak, hogy betonozott alju, és arra ráhúztak valamilyen katonai sátrat. Nekünk nem volt betonozott alju. Föld, oda volt szépen felvárva, hogy a sátor, be voltak, de vaságyak voltak, rendes matracsal, és ilyen szúros, zöld katonai pokrocok voltak. Ugyanaz, amit aztán később nagy tartsán szintén kipróbálhatta hosszabb időn keresztül. És amin most is alszol. De semmi nem leszek, amiből varrattam a hálózsákomat. Illetve az alsó gatyáimat. Igen. Na, megkérdezzük a hallgatóinkat, jó? Drága Morning Show hallgatók, írjátok meg nekünk, hogy mire emlékeztek a táborozásból. Mi volt a traumatikus élmény, mi az, amit utáltatok, mit kellett csinálni, kivel mit csináltak, meg az őrvezetők, ugye? Hát azért ők nagy terroristák voltak. Kinek milyen feladatokat kellett végrehajtani. Várjuk az SMS-eket, mi pedig jövünk a hírek után. 3:49 lesz, pontosan 4 perc múlva a Hello mindenkinek. Jó reggelt! Észak-koreai táborról beszélgettünk, hogy vajon hogy néz ki, mert hogy Észak-Korea várja a vidám táborba a nemzetközi gyerekeket. Vidám. Igen, a nemzetközi gyerektáborban, Észak-Koreában, mert megnyitott a kapuit, és bárki mehet, aki... Aki szeretne.
vagy aki befizeti a pénzt, vagy aki küldenek a szüleit. Vagy aki nem allergiás a macskaszőre. Vagy a légkondit bírja. Igen. És hát arról beszélgetünk, hogy hogy nézhet ki vajon az észak-koreai tábor, valamint hát nyilván mindenkinek van élménye a táborból, de szerintem ezek lassan kihalnak már, mint hogy most is van táborozás, de ez a fajta közös élmény, ami bennünket összeköt, ez egyrésztől persze ki kellett, hogy halljon kettő, hogy azért ez ad egyfajta ilyen. Szerintem meg nem kellett, hogy kihalljon, mert látod, most tudatod, azért nincs így... már szerintem zászlófelvonás, tisztelgés. Hát milyen jó volt, most visszaemlékezel rá, együtt álltatok ott a mitőjén Kisanyival, és akkor most mi ez közös élmény, most mi volt? Búcsúztattátok a zászlót, igen, tisztelegtetek a zászlónak. Tornaóra volt nektek nekünk reggelen? Minden reggel ébresztő óra volt. Ébresztés, és utána tornaóra. És utána kívül a zászlófelvonás, ott állt a csipáson, és utána egy óra mozgás. Hát milyen jó volt. Hülyén négy ütemű fölkőtámaszokat ugrabugráltál egy betonon. Konyha segédlet? Akkor azt nem csináltam. Nem kellett menni, nálunk beosztás volt arra is a heti tábor, és akkor minden nap más 10 gyerek ment krumplit pucolni, kenyeret vágni, ilyeneket. Azt nem csináltam. Az korrekt, az jól hangzik. De most nem, nem van már jól. Ilyen. Hát ez egyébként nagyon, ez egyébként egyáltalán nem hangzik jól. Ez szörnyen hangzik. Igen, szörnyen hangzik konyhasegédnek lenni krumplit pucolni, miközben a többiek strandolnak. Bizony. Igen. Na nézzük az SMS-eket, hogy mit írnak a hallgatók. Mert hogy nagyon sok hallgatónak van élménye. Hetedikes koromban voltam táborban, megnézettek velünk egy közeli kertmoziban egy horrorfilmet. Voltak velünk fiatalabbak is, utána természetesen éjszaka vihar volt. Lebegett a sátor oldala, nagyon féltünk, írja nekünk Kata. Nekem egy másik iskola diáklánya jósolt a táborban kártyából. Gondolni kellett valakire, majd kihozta a lapokból, hogy az a valaki le akar velem feküdni. Végül megkérdezte, hogy nem rá gondoltam véletlenül. Ez Kriszt írta nekünk. Minden reggel az ébresztő a táborban a Csavart fel a szőnyeget Hungária együttes száma volt. Fenyő Miki örök jókedvűen és fiatalon nagyon nyomta lemezről a recsegős hangszórókban. Kaptunk 10 percet, hogy felébredj, felöltöz, vécére menj, kezet fogad, arcot mos, és odaérj a reggeli tornára. Ebből fakadó frusztráció ma 40 évvel később, ez másfél óráig tart, és mindig elkések. Egyébként erről a Csavart fel a szőnyegetről jut eszembe, hogy nálunk is mindig éjjel-nappal szólt valami zene a hangszorokból. De mind, jó, nyilván mozgalmi dalok voltak, jó részt, tehát olyan mint a Bukus fenn a fán, stb. De hogy néha belekeveredett egy-két ilyen aktuális popság, és de mindig éjjel-nappal. Tehát ott valaki nagyon szeretett rádiósnak lenni. De ott beraktak egy kazettát, egy kazetta volt, és az ment végig, és folyamatosan. Egy hétig az a kazetta ment. Igen. Hittantábor kb. 8 évesen, kelés reggel 5-kor, fejenként 2 vödörrel. Gondolom nyakor öntötték őket. Irány a 2 kilométerre lévő forráshoz vízért. Visszaérkezés után reggeli fürdő úgy, hogy mesztelenül, sorban állva nyakon öntöttek egy vödör hideg vízzel. Hú, ezt valaki nagyon szerette. Ez komoly, azóta kerülöm a templomot. Itt a tábor, 8 éves gyerekek mesztelenül állnak sorba? Ne gondold túl. Nem kérdezek többet. De gyanús. Úttörő táborban minden este dizsi, de sajnos az egész táborban csak egy darab szar kazetta volt, így minden nap az ment, megörültünk tőle, írja Petike. Itt a legdurvább, diktálták, hogy mit írjunk a szülőknek a képeslapra. Nagyon jól éreztem magam. Igen. Az mi, hogy tényleg lediktálták, igen. És minden gyerek úgy érzi magát, ugyanúgy, csak másképp hívják őket, ennyi a különbség a képeslapok. És azt tudjátok egyébként, nekünk az kiderült, hogy átnézték a leveleinket? Hogy a bejövő kimenő levelet is átnézték? Nyitott borítékot kaptál, hogy mit írnak neked, és neked, hogy mit írsz, hogy érzed magad, milyen a kaja, milyen a tábor, hogy ez nekünk utólag kiderült, hogy az összes levelünket átnézték. Az mennyire durva. Régi beidegződések, hogy nem küldhettél bármilyen levelet a táborból, átnézték a leveledet, hogy nehogy olyat írjál, hogy te ott rosszul érzed magad, hogy nem, azt kivették, és azt nem kapták meg a szülők. Vagy ha nagyon nem stimmelt a szöveg, akkor egyszerűen írtak helyett egy újat. Anyukád meg otthon csodálkozott, hogy te szépen megtanult ez a gyerek írni. Igen, és milyen jókat írni, és milyen szép szavakat használ. Igen. De nem így szokott köszönni, hogy előre Balázs pajtás. Nagyon jól érzem itt magam. Nagyon szeretek hidat őrizni. Tegnap én voltam a diszkóban a világítás. Nagyon jó volt. Ma megyek a konyhára krumplit pucolni. Alig várom. Puszi Balázs. Igen, nagyjából ez a... értem, nem akarok hazamenni. Nagyon jó itt. Nagyon-nagyon jó itt, igen. Te voltál táborban, Anna? Voltam, igen. Én Fonyódon voltam táborban, nagyon szerettem. A vörös zászló, tehát még az a anyakendő, azt nekünk mindig hordani kellett, és hát ugye ez a vörös zászló egy darab, és azt tisztelni kellett. Ez az úttörő? Igen, az úttörő nyakkendő, a vörös zászló, a nagy vörös zászló egy darabja.
Ezt mondták. Tiszteld és becsült. A kék volt a kisdobos, ugye? Igen. És akkor a síppal leadhattad a vészjelzéseket. A büdös élve egyszerűen nem fújta meg senki ezt a sípot azért, hogy vészjelzéseket adjon le, akkor a baromság volt. Vagy ha valaki megfújta volna, többek úgy értették volna. Semmi. Hussolja be! Hallgass már a kis köcsögnek, hogy lenyeltem veled azt a sípot, te meg ott fújtad az esőest, igen. De na, és milyen jó volt? Jó buli volt, és képzeljétek el, volt vendég is, aki szórakoztatott minket, nem fogjátok elni, na, hogy ki lehet találgatni. Szórakoztatott mindenki, mikor volt? Mikor volt? Ez 60. Köszönöm szépen, nagyon drága vagy. Tudom, hogy én vagyok a legidősebb tagja ennek a kedves Morning Show stádnak, de 82-ben. Fonyód, tessék. Fonyód, 82-ben szórakoztatott benneteket. Mit csinált? Azt tudhatjuk, hogy mit csinált? Igen, ének és gitár ült a színpadon, mi fegyelmezetten ültünk. Boros Lajos. Az anyja. Eltaláltam, persze. Nem áll. De bizony. Most az éneket még értem, de a szórakoztatást. Fegyelmezetten végighallgattuk a koncertet. És mit énekelt a Lajos? Fogalmam nincsen. Nem igazán figyeltünk rá. Ja, hogy nem figyeltetek rá. Nem igazán figyeltünk rá. Azt hittem, nem ült a színpadon, azt tudom, hogy ott ült egy gitárral, énekelt, mondták, hogy ő a Boros Lajos, ezt úgy megjegyeztem. Boros Lajos bácsi. Igen, mert úgy konferálták föl, hogy ő aki a megnyerte a Ki mit tudott. Ki mit tud, nyertese volt. Nem tudom hányből, nyert egy Ki mit tudott, talán 70-es évek elején. Azaz politikai beat dalokat énekelt, nem? Hát utána vezetője lett a KISZ központi művész együttesének a nem tudom én milyen volt a Lajos, és akkor jó, tűnt 82-re gitárral. Jó, sok KISZ titkát levarhatott annak idején. Jó, kis mi? Jó kis szimfónia. Hát, amilyen KISZ titkáraink nekünk voltak. Csak nem tudtam be. Lajos zavarosba halászott. De utána fura volt vele együtt dolgozni. Gondolod el? És mondta neki, hogy Lajos, én ott voltam egyszer egy fonyódi táborban, egy csillogó szemű kisdiák volt. Nem emlékezett rám. És nem maradt ott utána bulizni a gyerekekkel? De ott maradt, de jó fej volt, tábortűz körül ültünk, ő is ott ült velünk. Igen. És aztán nem volt? Hát én nem tudom, mi elvonultunk. Szia, hogy hívnak. Emlékszel, Lajos, találkoztunk már. Voltak ott idősebb őrsvezetők. Jó, ne haragudj, hogy nem hívtalak vissza, de tudom, hogy csak feleségem, gyerekem. Nem, akkor még kisebb volt. Fonyódon találkoztunk, Lajos. Emlékszem. Hát mi 11 évesek voltunk, ott akik úgymond a táborba a szolgáltat teljesítettek, ott voltak 17-18-20 éves csajok is. Hát azok ott mekkora azért, élmény ki tudja, mi volt ott a tábortűz után. Érted, elégett a tűz, csak a parázs maradt. Bizony, és ott maradtak. Bármi lett. Akkordozni. Szépen. Mert ezt szerettem volna megosztani veletek. Nekem nagy élményt okozott annó Lajos 82-ben. Fonyód 82. Gitár, Lajos, fog le a G hangomat. Igen, jó, oké. Nem akarok felemenni jobban. Hello Balázs, én minden nyáron alig vártam a sorsai táborozást. Egy év folyam vagyunk, talán volt olyan is, hogy egy időpontban nyaraltunk ott. Az én emlékeim mégis kizárólag pozitívak. Az éjszakai őrség volt a legjobb buli, akármit is mond a Szíria Edit. Na, másként értékeli mindenki. Utána pedig elmentem a párt főiskolára. Hát valakinek egyébként ez tetszett meg, valakinek bejött. Van, aki szerette, persze. Ha ketten álltunk őrség, az jó volt, amikor egyedül kizavartak, az szörnyű. Balázs, mi is Soston voltunk táborozni, a feladatokkal még nem is lett volna baj, csak amikor este a tábort őriztük, a szomszéd bácsi mindig zöld láthatósági mellében egy szál semmiben hozta nekünk hajnali egykor a frissítést. Mi történt ezekben a táborokban? Hát nem jó, ez a mondom, hogy ez a sostói tábor, ez jó. Egy szál semmiben egy zöld láthatósági mellében hozta a frissítőt éjjel egykor. Így lettem biztonsági őr. Ez Dávid. Dávid küldte nekünk. Ez a Soston pokol kapuja. Érted már, hogy miért traumatikus ez a sostói tábor? Nemzetközi csehszlovák úttörő tábor 85. Gyönyörű. Már ez az egy mondat gyönyörű. Beszélgetés és élménybeszámoló szlovák partizánok. Nem hiszem el. Beszélgetés és élménybeszámoló szlovák partizánokkal. Mennyire szerettük szerintetek? Jusuf írja nekünk. Atyaisten. Mit mond egy szlovák partizán? Milyen élménybeszámoló tart a gyerekeknek, nem? Ha, Istenem. Még van SMS. Zuhanyzás után ott felejtettem a zuhanyzóban a szappantartómat egy nyári táborban. Mikor visszamentem, érte szappan helyett egy jó adag... Jézus Mária. Egy jó adag szlovák partizán egy jó adag csokis kekszet, így mondom, találtam benne. A tanárokhoz fordultam a panaszommal, együttérzés helyett kiadós röhögést kaptam. Könnyekkel. Írja nekünk egy hallgató.
Számháborúztatok az ászlóért? Bizony, volt ilyen? Igen, igen, egyik mondjuk... csapat védte, másiknak támadnia kellett, és meg kellett szerezni. Én azt mondjuk mindig szerettem. Imádtam számháborúzni. Nagyon jó volt. És a zászlóért ment a harc. Ott is mindig a zászlóért kellett harcolni. Mit látsz? Boros Lajos, 1983 Tata. Nem hiszed el. Muti. Ott van mellette csillogó szemmel Anna. Holdit. Ott van. Ah, igen, kockásink, egy kis pulóver, kilóg a gallér, és nyomja egy gitárral a kezében. Énekel, igen. Soltatkerti tábor minden nap 7:30-kor Scooter Fire című eposzára szálltunk fel a slágerlista tetejéig repítő varázsszőnyegre. A slágerlista tetejéig repítő varázsszőnyegre. Ezt Tomi küldte nekünk. 12 éves voltam, elvittek minket moziba, azt hitték, hogy valami japán harci film, vagy legalábbis ezt gondoltuk, nem az volt, ott hagytak minket, mi meg megnéztük az utolsó asszonyt, a Depardieu. Jézus, nem rossz film az? Titeket is bezárt egy 3 évvel idősebb csaja ruhás szekrény, megkérdezi valaki. Sajnos nem. Téged se, Jani? Nem, sajnos. Hát illetve attól függ, hogy én mennyi idős voltam akkor. Mert hogyha én 3, ő meg 6, akkor az nem erős. Igen. Nagyon nincs. Megnéztem az SMS-eket, ennyi jött. Körülbelül. Ez a partizán beszámoló, ez messze. Hát, ha ez abszolút ott vezet. Ültek. Élmény beszámoló szlovák partizánok. Ültek a bácsik a kis kitüntetéseikkel, és lehetett tőlük kérdezni. Kicsit már remegett a kezde. Na jó, köszönjük szépen az SMS-eket, 3-asugrást játszunk már is valakivel. 3-asugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki. Halló, jó reggel. Jó reggel, sziasztok. Hello, Niki. Szia. Sziasztok. Hello, Niki, honnan hívsz minket? Budapestről. Azt írod, hogy nekem van a leguncsibb munkám a világon. Mit csinálsz? Adatrögzítő vagyok. Oh. Megértjük. Előtted egy papír, és azt kell felvinni gépre a papíron található adatokat? Igen, pontosan. És ez csak egy ilyen idényjellegű, vagy ezt csinálod? Nem, ez a főállás. Főállás. Mm-hmm. Nagyon unod? Nagyon utálod? Gyűlölöm. Gyűlölöd? Oh. De milyen kis őszinte. És nincs más lehetőség, vagy nincs most más? Hát egyelőre nincsen. Most mióta csinálod? Hát már úgy 5-6 éve. Atyaisten. 5-6 éve napi 8-ban adatokat viszel fel egy gépre? Igen. Ó, szegénykém. És nem akarsz váltani? Hát hogyha nagyon unod, unalmas, akkor azért csak keresgélnél valamit, nem? Hát majd remélem, hogy jön valami lehetőség, de figyelek, tartom a szememet, de egyelőre sajnos nem jött jobb más. Legalább hallgatatok minket? Hát az a helyzet, hogy eredetileg nem szabad, de hallgatunk titeket. Még csak azt sem engedik, hogy zenét hallgassatok? Nem. Sajnos nem. Mert elüti az adatot, érted? Hallgat bennünket, felnevet. Mellé. De hogy is, hát pont attól üti el, ha álmos. Ja, igaz. Tudod, hát ha nincs semmi zene, nem semmi. Pöröksz. Belealszik, és ezt csak azt látja, hogy csak 6-osokkal van tele a képernyő. Ilyen már megtörtént. Tényleg ráborultál a klaviatúrára? Simán, többször is. Akkor fülesen keresztül, vagy telefonon keresztül, vagy hogy hallgatsz? Telefonon keresztül, mindenki telefonon keresztül. Aha, és azért nem szólnak, hogy... vagy... Nem szólnak. Nem. Hát szegénykém... Ez nem túl jó. Hát, ha egy 3-as ugrás. Na. Hát, ha igen. Jó, figyelj, kérdések nélkül is odaadjuk. Olyan szóval ez a történet. Köszönöm. De hallom, többen vagytok. Igen, vagyunk most jó páran. Na, hát, egy szobában, vagy egy teremben, vagy hol? Hát ez egy nagyobb terem, igen. És akkor is többen vagyunk. Egymás mellett. Legalább tudtok dumálni, vagy röhögni közben, vagy így pletykálkodni, vagy valamit? Engednek? Yes. Hát, engednek. Csak nem szabad nagyon hangosan. Aha, és ott van egy csoportvezető, aki figyelő, hogy rendesen dolgoztok el, ott áll a teremben és néz benneteket? Hát néha igen. Atyaisten. Néha így kibillant, és akkor kibillant, néz. De aztán bemegy, és akkor minden rendben. Atyaisten, ez kemény. Ez kemény. Nagyon durva, és nem lehet hangosan nevetni? Hát már volt belőle probléma, hogy nem túl hangosan vidámat. Néha, hogy tekerjetek a Music FM-t. De milyen szadista munkahely ez? Minden nem lehet nevetni? Mi baj van azzal, az ember nevet? Hát miért nem engedik, hogy nevessetek? Hát nem tudom. Ez nem munka rejtély, hogy miért baj, hogy az embernek jó kedve van. De hülyék ezek. Ez féltenek benneteket a nevető ráncoktól. Lehet. És a többiek hogy bírják, Niki? Hát valaki jól, valaki rosszul. Ez változó. A minden nap más.
attól függ, kinek milyen kedve van. Minden nap más köti fel magát. Igen. Igen. A főnök, mi lehet a baja a főnöknek? Az élettel van baja, vagy azt gondolja, hogy tényleg csak így lehet dolgozni, hogy csendben vagy is keményen néz? Igen? Igen. Kérdezi, hogy hallgat, hogyha veszünk neki egy szkennert, az nem segít egyébként. Ugye azt, hogy állás nélkül maradtok szegények, de hogy... vagy jó kérdés. Hogy már ezt így feltalálták egy ideje, hogy ez így nem? Hát, ígértek, tehát, hogy... modernebb dolgokat, de meg egyelőre nincs. Szkenner. Egyelőre ez van. Szkenner. Munkahelyeket ígértek, és meg is kapták. Igen. Igen. Hány perc szünetetek van óránként, vagy két óránként, vagy hogy van ez? Hát hivatalosan 10 perc van óránként, de hát ezt nem nagyon veszük, ezt így össze-vissza. Aha. Hogy viszni kell, mint állatot, azt mondja mellettem a kolléganőm. Micsoda, hogy? Hogy ütni kell, mint állat, úgy azt mondják itt mellettem. És van egy kvóta, vagy egy mennyiség, amit meghatároznak, hogy egy nap minimum ennyit meg kell csinálni? Igen. Uh-huh. Ez hány karakter, hány leütés? Mi? Hát a minimum az a 70.000 karakter. 8 óra alatt. És úgy, hogy értelmesnek kell lenni. Értelmes egyébként. Igen. Hát ez mint egy ilyen munkatábor, ez úgy hangzik egyébként. De kemény, és ráadásul ugye fixbe vagytok, nem teljesítményvérezésbe? De teljesítmény. Teljesítmény? Igen. És egy leütés az hány forint, vagy hogy van ez? Hát, hogy is mondjam, várjál. Hát erről már nem nagyon beszélhetek. Persze, nehogy baj legyen. De rajtatok múlik, hogy mennyit kerestek? Hát feljavítja kicsit, igen. Hát, de gondolom, hogy nagyon kicsit tudod. Ha eléred ezt, akkor plusz 3000 forint meg több. És annyira nem horribilis. Igen, és abban beleszakadsz, hogy azt elért. Tehát, hogy... És akkor már másik sávban, és akkor többet vannak, tehát kevesebbet keresel, mintha. Igen. Jaj, szegénykém, na jól van, játszunk egyet, jó? Jó, oké. Gyerek. Egy hallgató azt kérdezi, honnan telefonál ez a lány? Észak-Koreából? Igen. Na, figyelj, Niki, mondom az első kérdést, jó? Így szól dedikált nyakbalkasztóért. Hogy hívják János Vitéz szerelmét Petőfi Sándor művében? Iluska. Így, úgy van. Bizonyám. Na, mi legyen? Hát menjünk, próbáljuk meg. Menjünk tovább? Menjünk, igen. Jó, várjál. Azt mondja, hogy így szól a második kérdés. Melyik fiúbanda tagja volt egykor Rácz Gergő, a Full Moon vokálcsapat egyik énekese? Hát a VIP. Jaj, hogy tudod? De jó vagy. Szereti. A fiúbe. Jó zene. Egyébként. Jó zene, igen, ez jó. Jó zene. Na, a harmadik kérdés előtt vagyunk, mi legyen? Hát sokan vagyunk, én bízom benne, hogyha én nem is, de valaki más tudni fogja, úgyhogy... Megkapkodjatok, hát, nehéz a kérdés, és amúgy is olyan szomorú volt a sztori, amit elmondtál, hogy ne az legyen a vége, hogy te leszel a nap tragikus hőse. Így van, de akkor még ott a boom. Jó, nem, hát próbáljunk meg, én itt azért vannak sokan, akik nálam okosabbak, úgyhogy hát, ha itt meg tudják, ha én nem. Oké, így szól a harmadik kérdés. Melyik Budapest második legrégebbi állandó Dunahídja? Hát a legrégebbi. Az a Lánchíd. Igen, és a második legrégebbi? A Szabadsághíd az nem annyira régi. Nem. Mondj valamit. Margit híd. Akár tippeltél, akár nem, vagy blöfföltél, ez nagyon jó kis tipp volt. Hát itt ketten is bemondták, meg én is, úgyhogy... De jók vagytok. Jó van. Igen, ügyesek vagytok. Köszönöm. Ha, minek örülnétek, még azon gondolkozom, hogy mit tudnánk nektek adni? Egy szkennernek. De hogy van valami, aminek így örülnétek? Vagy bármi olyan, ami kicsit ott feldobná nektek a hétköznapotokat? Bármi. Most vállaljunk át egy napot tőlük. A 70.000 karakter. Nincs semmi? Hát mindennek örülnénk, de itt mindenki bögrét akar. Mindenki bögrét akar. Aha. Hányan vagytok? Hát, 10. A kérdés jó volt. Látom a promóciót. Nem mondd ki. Hányan? Nyolcan vagytok. Uh-huh. És örülnétek 8 bögrének? Hát rendkívüli módon örülnénk, igen. Uh-huh. Igen.
És nem féltek a szájpenésztől, mert három bögrét tudunk küldeni. Nem, attól nem félünk. Nem. Nem mossuk el. Nem, nem is mossátok el, jó. Főnöknek is küldjünk? Nem. Őszinte. Igen. Nagyon szép. Figyeljétek ide, hát tekintete arra, hogy milyen kemény munkátok van, mert egyébként ez tényleg az. Tehát, hogy ezt bírni éveken keresztül le a kalappal. Küldünk nektek 8 darab bögrét. Jó? Jaj, de jó. Köszönjük. Na. Hú, de örül mindenki, én is köszönöm. 8 nősikítja a neved. Dedikáljuk is nektek, és akkor küldünk még az ajándékcsomag mellé, amit megnyertetek, 8 bögrét. Jó? Jaj, köszönöm. Köszi. De rendik vagytok, köszönöm. Nem, csak Balázs, én nem küldtem volna. Jó, küldjük nektek. Jó. Jó munkát, kitartás. Köszönjük. Ciao. Hello. Puszi, sziasztok. Szegények gyerekek, azért ez egy kemény meló, nem? És értem, persze, meg kell csinálni, de az, hogy zenét hallgathatnak, nem is nevethetnek, rájuk szólnak, tehát ez egy rabszolgatartás. Nem nevet, Géri. Miért ne lehet nevetni? Hát attól dolgozol, hogy kicsit nevetsz, nem? Hát jó kedved van, zenét hallgat. Hülye ilyen. Orwell 1984-e? Igen, körülbelül egyébként, de tényleg, ez szörnyű. Na jól van, 9 óra múlt pontosan, 2 perccel jönnek a hírek, mi pedig jövünk a hírek után. Meghallgattam, hogy hányszor mondja. És mennyit számít? Itt a klasszikus, hogy 3-ig jutottam. Miért? Beteg vagyok, hogy nem tudom. Hogy? 4:10 múlt pontosan, 1 perccel hello mindenkinek, jó reggel. Drága hallgatók, itt vagyunk, adjátok vissza Jánost. Lehet, hogy most ír a bögrére? Uh-huh. Vagy már a WC-ben összeverekedett? Lehet, hogy kapott. Az illetővel? Nem, itt van. Azt hittem már elrabolt. Elrabolt a papír, a pohára írogatta. Azt akartam megnézni. És? Pontosan ezt akartam megnézni, hogyha megszólalunk, akkor berongyol-e valaki. Azután, hogy megszólaltunk. És ráír-e. Oh! Aha, elbújtál az asztal alatt? Szóval te ilyen kis most ilyen titokban nyomozol. Persze, hát figyelem azért, hogy ki lehetett az illető. Nagyon stabilan ültött az asztalánál a mi Viktorunk, úgyhogy ő nem lehetett. Nem hiszem. Nem, meg ő nem. És ő nem jött ilyen. Senki? Hogy megszólaltunk, nem. És nem jött senki? Nem. Nem. Gyerekek, akkor viszont figyel minket. Tehát tudja, hogy ki mikor mozog, hova mozog. Hát vagy ti vagytok. De nem, hát ezért Feri, hát nyilván, ha így nem mehettek oda. Azt hittem, de hogy hírek konkrétan alatt én kimentem például. Fizikai fájdalmat okoz kimenni a mosdóig. Tehát, hogy engem csak itt találsz meg ebben a kis heverőben, állna itt döglöm. Tehát, hogy és nem jött? Neked itt a pohár is egyébként. Csak mondom, hogy nem is tudott volna nagyon írni, mit a pohár. Laci, vidd már vissza, léci, ha a már csalit. Elhoztad. Igen, tehát, vidd vissza a csalit, amit egyébként egy élőadásban beszélünk. Viszonylag nehéz rajta kapnom valakit, hogy a szerkesztőségben ír a bögrére, amiben van a stúdióban. A lelkesen kioszta, és nem vitte vissza. Na jó, de hát ő, aki ha jött volna írni, ő nem tudhatja, hogy a pohár itt van. Csak lyukra futott volna, bejön, megnézni, nincs ott a pohár, elkezd kicsit ott tenni, venni, és akkor elmegy. De nem jött senki. De nem. Hát jó, meglátjuk. Most ő jön, most nála pattog a labda. Uh-huh. Most ott van. Most te biztos, hogy ilyen frappáns visszavágáson gondolkodik. Anyád. Vagy valami ilyesmi. Kíváncsiak, mit fog írni. Na, Balázs tűzoltó vagyok, se tűznél, se műszaki mentésnél nem hallgathatlak titeket, és nem nevethetek. Sőt, 9000 társam se. Kaphatunk bögrét? De mindenki. Igen, engem üt a főnököm. Kaphatok egy karórát? Ilyen, annyira szemetek hallgatok. Nagyon sanyarul a sorsom, minden reggel korán kerek, retro kávés pohárból iszom, a reggeli nedőt kaphatnék egy bögrét, kérdezi Sanyi. Leindult, jó. Eddig azt hittem, szar a munkahelyem, meghallgattam ezt a hölgyet, rájöttem, nekem van a legjobb munkahelyem. Szeretlek munka. Ezt Tibi küldte nekünk, de helyes. Engem azért piszkált a Diri, hogy egyedül a recepcióban vendég nélkül miért nem mosolygok az előttem lévő üres térre, és telefonbeszélgetés és információkeresés közben is felháborító az összpontosítás miatti komor arcom. Na, ez a beteg. Hogy miért nem töltöd meg mosollyal a teret? Hogy egyedül, vendég nélkül miért nem mosolyog? Hát, mert ugye, ha bárki belép, akkor már úgy legyen. Persze, ott érted? Is azért túl gondolta egy picit a dolgot. Ugyanakkor meg mondjuk a vendéglátásban szerintem azért néha úgy érzem, hogy bele kéne írni a munkaszerződésbe azt, hogy mosolyogjál már léci rá arra az ember, aki bemegy oda fogyasztani. Mert én azért sokszor tapasztalom azt például, tőlem 2 vagy 3 nappal ezelőtt is éppen az aluljáróban vásároltam egy hölgynél egy kis süteményfélét, és picit azt éreztem, hogy így
hogy így elnézést kell kérnem tőle, amiért ő neki ki kell szolgálni. Helyezkedjünk bele az ő élethelyzetükbe, én ezen nagyon sokat gondolkozom, és nagyon, nem tudom, hogy hol a pont egyébként. Tehát nagyon tud bántani azt, hogy emberek nem tudnak mosolyogni, nincs jó kedvük, komorak az utcán, átnézel egy kocsiba, elfordítja az arcát, nem mosolyog, átenged vissza vele. Meg igen. A kedvetlen, tehát hogy azt a fajta kedvetlenséget, ami mondjuk az egzisztenciájában fogad, azt ne keverjük össze egymással, mert... De nem tudjuk nem összekeverni, mert a lénye nem tudod elválasztani attól, hogy milyen munkája van, hogy mennyit keres és mit csinál. Mondjuk benzinkútnál dolgozol, te odalépsz, mint ártatlan utas, vendél egy autópályamatricát, ő mondjuk undok. Nem mosolyog, de nem lekezelő veled, csak nem mosolyog, visszaadja a pénzt, unott. Most mit vársz el, hogy mosolyogjon? Ugye? És nem tudom, hogy kinek van igaza, nekünk, akik elvárják, hogy mosolyogjon, vagy néha neki, aki egyébként keres mondjuk 110 ezer forintot, többet nem, mert a te borravalódra van ítélve, és a legtöbb ember már 5 forintot is visszakér. Ha ebből a szempontból nézzük, akkor nyilván nem lehet empátia nélkül elmenni a dolog mellett. De akkor mi a jó? De inkább itt arról a fajta mélységről, vagy undokságról, vagy beszélünk, ami viszont sajnos sokszor a velejárója az olyan munkahelyeknek is, ahol egyébként emberekkel foglalkozik. De mondjuk állnál egy büfébe 100 ezer forintért, és tudnád, hogy nem is nagyon tudsz innen tovább lépni. Ezért mondom azt, hogy ne ebből a... Na de a mosoly az a személyiségéből jön, nem tud a kettőt elválasztani, hogy mosolyogjon, de ne azért nem mosolyogjon, mert egyébként nem tud tovább lépni, hanem azért mosolyogjon, mert ő egyébként a kettő összefügg. Tök igazad van, csak picit úgy érzel, amikor odamész, hogy ennek te vagy az oka. Érted? Tehát azt érzed, hogy rajta csapódik. Tudom, le. Ez rossz, abszolút rossz. Hát csak mi közön van nekem ehhez már, bocsánat. Csak kérdés, hogy mi tudnánk mosolyogni? Tehát igen. Ha mondjuk te állnál igen. Napi 8-at, és tudnád, hogy sehova nem lépsz tovább, és hülye vevőket kell kiszolgálnod, és 5 forintot is visszakérnek, és egyébként még a borravalót megtarthatnád, de van, aki 3 forintért tartja a markát, és visszakéri azt a rohadt 3 forintot, amit sose fog tudni megérteni, mert nem azon a 3 forinton múlik a megélhetése. Nem tudom, hogy mennyire tudnám mosolyogni. Vagy mennyire elvárható postás az. Postás voltál, akkor 5 éven keresztül voltam 40 ezer forintért havonta könyvtáros. És minden egyes oda. Én nem mondom, hogy nincsenek kivételek. Minden emberrel, aki odajött, kikölcsönzett egy könyvet, visszahozott egy könyvet, folyamatosan emberekkel dolgoztunk, és ott is meg volt a napi 8 óra. Itt van, köcsög, vigyed! Így van. És nem, én a Strasbourg könyveidet innen. Döbbenet egyébként. Szóval szerintem mindannyiunknak könnyebb egy picit. Neki is, neked is. Igen, én nem azt mondom, hogy nem lenne könnyebb, én azt mondom, hogy talán kicsit meg tudom érteni, hogy azért ez egy kemény meló, hogy nem áll neked oda nagyon mosolyogni a benzinkúton. Figyelj, most valamelyik nap az egyik benzinkútnál következő történt, a feleségem oda ment, kért egy kapucsinót, és közben a lánynak valami dolga akadt, aki átvette tőle a rendelést, és a kolléganőjének szólt, hogy egy kapucsinó lesz, és ő pedig hátra ment valami. Kérdezte Muni, hogy elnézést, akkor mennyi lesz a kapucsinó? Honnan tudja? Na jó, hát ez egy fajta véglet. De hogy ezek, tudod, de erre ez miért kell? Igen, ez hát nyilván ez a másik véglet. Tudod, és hát biztos, hogy közrejátszik benne az is, amit te mondasz, hogy mondjuk kevés pénzért dolgoznak sokat, csak hogy tudod, így odamész be, ráadásul te mosolyogsz, próbálsz meg kedves lenni, normális lenni, úgy kommunikálni, ahogy azt elvárod magaddal szembe is, és akkor tudod, hogy nem ezt kapod, hanem sőt, még át is billen egy picit a dolog. Nem tudom. Tessék! Nem tudom, tudod, mindig az van, hogy az ember kipróbálná az ő munkáját, és dolgozni egy hónapot, és akkor utána megkérdezi, jön a parasztvevő, beszól, visszakéri a pénzt, az aprót, 2 forintot, megaláz téged, úgy beszél veled, és akkor valaki azt szeríti, még 3 év után is ott a pult mögött, hogy nagyon, nagyon örülje mindenkinek. Tehát az ember, mi se adunk rá okot azért sokszor, hogy olyan nagyon örüljünk. Vagy hogy ők olyan nagyon sokszor örüljenek. Igen, de ha nem vagy jó fej, akkor a vevő nem fog bejönni, egyre kevesebb vevő lesz, bezár a bolt, és neked nem lesz munkád. Hát, szerintem nem tudom, hogy ez így megyen. Most én bemegyek benzinkútra, én megyek be azért, tehát hogy én akkor is bemegyek benzinkútra, most megállok valahol, most nem azt nézem, hogy úgy nem mosolyogtak, akkor itt nem tankolok többet. Nyilván, ha feltűnően parasztok, akkor az ember nem megy be többet, de most az, hogy nem mosolyog, akkor én most holnap tankolnom kell, én attól ugyanúgy tankolok ott, nem? Tehát ez maximum egy ilyen helyi kis étteremnél van, ahol a tulaj kijön kétszer hátba bereget, és akkor nagyon jól érzed magad, és akkor odamész újra kajálni, de mondjuk most egy ilyen gyors pékségnél, ott most ha nem mosolyognak, de neked az esik útba, akkor azért holnap is bemész ott vásárolni, nem? Hát, igen. Igen, de mondom, ugyanakkor még tényleg nem érted azt, hogy mitől lesz neki jobb, hogyha átragasztja rád a rossz kedvét adott esetben, vagy pedig az életuncsákát, vagy a munkaundorát, vagy annak a munkának az utálatát, nem? Nem lesz tőle könnyebb, nem lesz tőle jobb.
Ráadásul meg is értem. Szerintek, aki egy-két forintot így visszakér benzinkúton, az azért kéri vissza, mert valójában szüksége van rá, vagy azért kéri vissza, mert valójában ennyire sóher, és azt az indokot mondja, hogy hát azért, ha mondjuk 15-ször visszakérek 30 forintot, vagy 3 forintot, azért az is legalább, mit tudom én, 45 forint egy hónapban, azért azt is meg kell fogni. Hát, figyelj, ez két jó kifli, vagy valami. Igen? Aha. Ez nem meggyőződésem, hogy egyébként nem tudja, mennyit nem kell adni, és akkor inkább nem ad semmit. És akkor meg most a 3 forintot ott hagyni ciki, vagy 5-10-et. Tankosz 20 ezer forintért, vagy mondjuk 19.200 forintért, akkor ugye azt mondjuk esetleg ott hathatnád, de az már 800 forint. 19.500-at már nem hagysz ott, mert még az is sok, akkor már miért nem hagyod ott az egészet, akkor hagyj egy százast a 19.200-ra. Tehát nincs kultúránk benne, nem tudjuk kezelni a dolgot. Az is benne van. Uh-huh. Én csomószor azt látom. Szörnyen kiszolgáltatott munka, ahol azt mondják, hogy itt van egy alapbér, és a többi a borra való. És minden egyes emberbe te vagy az utálatot kell, hogy láss, hogy a rohadék visszakérte az 5 forintot, amit tőled vett el. Közben nyilván nem, mert lehet, hogy neki kell az 5 forint, vagy ő a kedves 100 forint. Tehát azért ez itt nagyon kiszolgáltatott fizetési rendszer. Közben nyilván megértem a kutat üzemeltetőt, hogy motiváltál te ezt, írd a borra való, dolgozzál, mosolyogjál, menjél ki, tankold meg. Na de meg. Itt jön vissza például ez a dolog, amiről beszéltünk, vagy amiből kiindult a beszélgetés. Ha mosolyog a kedves, sokkal könnyebben adsz, sokkal szívesebben adsz borra valót. Viszont annak az embernek, aki misz veled, meg undok, annak nem. Annak nem, sőt, megvárod, amíg visszaadja. Sőt, adott esetben szólsz is. Tehát, hogy szerintem a mosolyal sokkal könnyebb elérni azt is, hogy mondjuk adott esetben többet keresél a borral való segítségével. Hát igen. Igen. Amikor 65-öt szőre kérdezi meg, hogy van-e ilyen kártyám, nincs olyan kártyám, akarok-e még ilyet, vitaminos üdítőt, extra csokit, gyereknek játékot, és biztos, hogy nem akarok-e kitölteni egy kártyát, azért az ott nem mindig tudom ezt nyugodtan tolerálni. Hát nálam a válasz mindig. Igen. még. Igen. Extra pogyújtere, igen. Tölthetek egy újat, igen. És még néhány pogyújtere, igen. Még te szerencsés vagy egyébként. Mert hogy veled mindent kitöltetnek. Már hogy te mindent kitöltesz nekik. Minden. Most már egyre kevésbé a saját nevemre, inkább a családtagok nevére, úgyhogy most már mindenki fel van vértezve mindennel. Igen. Fiúk, nem tudhatjátok, mennyi időt a bunkó ember gázolt bele aznap az ember lelkébe. 12 évig benzinkutaztam. Voltak helyzetek, amikor már én sem tudtam mosolyogni. Pedig alapjáraton kedves és mosolygos vagyok. Igen, én is ezen a véleményem vagyok. Tehát én például, ha nem mosolyog, abból én nem csinálok önérzeti kérdést. Tehát nem veszem magamra. Tök igazad tehát van. De nem én voltam. Tehát, hogy én ezt tudom mondani, tudod. Tehát, hogy ne rajtam csapodjon le az, hogyha más tapló volt vele. Érted? De miért van a benzinkutas kiszolgálásban az, hogy neki kötelező mosolyogni? Tehát miért várjuk mi el, hogy ő mosolyogjon? Mert könnyebb úgy nekünk, igen, és neki könnyebb, ki tudja? Figyelj, jól esik egyébként, meg... De ez nem az én közérzetemről szól egy tankolás. Én értem, hogy te mit mondasz, de hogy... Tudod, ha kicsit az ő helyzetébe helyezkedsz, akkor szerintem már nem bánod annyira, hogy nem mosolyog. De ha mondjuk te például mosolyogva mész oda, meg köszönsz előre, és akkor ilyen mufurckodás van, viszont szerintem azt sziki. Ha te is úgy mész oda, hogy fáradt vagyok, akkor lehet, hogy észre se veszed be. Ha te nyitsz úgy valahova, hogy bemész egy üzletbe, egy benzinkútra, és mosolyogsz, ráköszönsz, hello, akkor azért annyit már legalább, hogy visszaköszön, és így egy ilyen kedves semmi. Igen, ha megnézed a mosolygós emberek számát, egyébként radikálisan csökken. Tehát, hogy ez egy szerintem egy nagyon fontos dolog, és nem szeretek mindig más országokkal példálozni, de hogy teljesen más a légkör. Érthető módon, hát azért, tehát hogy ez teljesen érthető. De az, hogy az emberek erről leszoknak, vagy ezt elfelejtik, vagy ezt nem tartják egy természetes dolognak, ez szerintem egyébként ugyanakkor rémisztő. Tehát, hogy ennyi undok ember, amennyi Magyarországon van, és egyre több, ez megdöbbentő. És ez nem feltétlenül az ő hibájuk, én nem ezt mondom. De hogy kimész az utcára, és azt látod, hogy lehajtott fejű emberek, búskomoran egyébként sokszor így a szemkontaktust kerülve, kicsit mindenkitől félve, így zombi állapotban mennek. Nem? Nem ez van? De ez busz megálló, mindenki belemé, egyedül telefon, neked semmi. Tehát ez abszolút elidegenedés. Ember az embertől. És azért ez nincsen. Tehát nem kell nagyon messze, mert átmész Ausztriába, én tudom az életkörülmények, sok mindent meg lehet magyarázni, de tudom, hogy sok helyen sokkal jobb, de valahogy úgy teljesen más a rezgés, más a légkör. És nem biztos, hogy annak az adott fiatalnak nincsenek feltétlen anyagi gondjai, vagy bármi, de valahogy a fejekben figyelj, én azt más gondolom, ez egy picit.
Azt gondolom, hogy itt van egy például, itt van ez az aluljáró, tele van mindenféle ilyen kis boltocskákkal, ezt lehet venni, azt lehet venni, amaszt lehet venni. Én mindig sokkal szívesebben megyek be azokhoz, akik mosolyognak, akiknél mindig azt érzem, hogy kedvesek, hogy előzékenyek, hogy figyelmesek, úgy is, hogy tudom, hogy egyébként ők alkalmazottak, tehát hogy semmilyen szinten nincsenek érdekelve abban, hogy nagyobb forgalma legyen a boltnak, legfeljebb az, hogyha nagyon alacsony lenne a forgalma, akkor bezárnak, de hát ezek nem olyan jellegűek, ezek ugye működni fognak akkor is, hogyha egy kicsit kevesebben mennek. De én tök szívesen megyek be hozzájuk, mert mosolyognak. Komolyan mondom, hogy nexusok alakulnak ki, tudod? Tehát ugye reggelenként valahogy a rituálénak a része, hogy odamész, nála veszel, mosolyogsz, két szót váltatok egymással, neked is jobb a napod, neki is jobb a napja. És szerintem ezért is jobb, hogy ha pici nyitottság, pici mosogás, és ők is azért nagyon rosszul keresnek, hát ezt konkrétan tudom róluk, hogy azért szinte jégbérért dolgoznak, de mégis valahogy érted, mosolygósabbak, kedvesebbek, pozitívabbak, árad belőlük valamiféle nyitottság a másik ember felé. Lehetne másképp is csinálni, mert egy fillért nem kapnak a forgalom után, fixbe vannak valószínűleg. Igen, neki nem is lesz több a pénz, nem lesz több, mosolyog. Nem lesz több ettől. Uh-huh. Ugyanakkor meg például azt is látom, hogy volt itt, marha érdekes, mert egy pár évvel ezelőtt dolgozott itt lent a Népligeti aluljáróba egy nagyon helyes kis lány, aki itt nagyon mosolyos, nagyon helyes, minden tudod, hogy reggelenként mentem, örültem mindig, amikor ő van, mert úgy tényleg pozitív volt, hogy árad belőle ugye a napfény. És egy másik metroállomásra ment át, vagy vitték át, vagy sodorta a jó vagy rossz sorsa, szerintem a rossz sorsa, mert minden nap találkozok vele, minden nap látom ott, és teljesen eltűnt az a mosolygosság, az a kedvesség, az a... És amit megtört. Egy ugyanilyen kis üzletbe dolgozik, egy ugyanilyen kis pékségszerűségben dolgozik. Megtörték a vevőt. Igen, úgy tűnik. És valószínű, de miért? Az volt a tapasztalat, hogy mosolygott egy évig, tessék, mit mosolyog maga, hülye maga, tudod, nem mosolyogja már, tudod, oda jött, úgy szólt, nem 10 dekát kértem, 15 dekát kértem. Figyelj, egy év alatt az arcodra tud fagyni, tehát én ezért mondom, hogy megértem őket. Tehát, hogy mi nem tudhatjuk, hogy ők egyébként kikkel találkoznak, de beállni ilyen aluljáróba turostáskát árulni, beállni egy benzinkútra, sok hülyét kiszolgálni. Nem. Nem tudta feldolgozni, többé nem találkozunk egymással reggelen. Ez is biztos benne volt, mikor mondtad neki, hogy már nem ott szállsz le. Igen. És azóta is téged sírat. És arcára fagyott a mosoly. Szerintem meglepő dolgokat tapasztalnánk, és szerintem álmunkban nem gondolnánk, hogy azt elmennénk egy hónapig utazni. Hogy miféle teremtések, milyen stílusban kiszállva a nem tudom, a BMW-ből vagy a Passatból, mit gondolnak róla te ott, mint rabszolga a pult mögött egyébként, hogy még azt a kávét hogy ad neki? Vagy éppen hogy ne ad neki? Vagy még mit felejtettél eladni az újság mellé, mert véletlenül nem hallottad? Ötször így beszélnek veled, én nem tudom, hogy hatodszor olyan, nagyon van-e kedved mosolyogni. És úgy fölkelsz, és azt mondod, hogy... Újra egy vidám nap, újra jönnek a vevők, kinyit a bolt, mosolyogjunk. Igen, de nem, lehet. Nem hiszem, én azt mondom, hogy nem. De kifogásként ezt felhozhatod. Ha valakinek az az alaptermészete, hogy nem mosolyog, az egy szomorú alaptermészet, az nem jó. Állandóan sopánkodni, szomorúnak lenni, az nem egy jó alaptermészet. De ha neki tényleg ott egy fél év alatt megtörnek, szerintem lehet kifogás, hogy fia, állj be egy hónapra, annyi paraszt van itt, hogy te sem mosolyognál. Mikor véletlenül elütöd az autópályamatricán a rendszámot, és a paraszt leáll veled ordítani, áll a sor, és érted, 30 ember előtt lehülyéznek, és azt mondják, hogy milyen idióta vagy, miért dolgozol itt, ha egy rendszámot nem tudsz beütni. Naponta megtörténik valószínű. Szerintem aznapra nincs erőt mosolyogni. És hiába jön a vevő, és mondja azt, hogy két csokis croissant, egy jeges teát és a hatos kutat kifizetném, szerintem nem mosolyogsz. De hogy saját magad miatt kéne mosolyogni, nem csak a vevő miatt, hogy neked is jobb, nem, hogy vidámabb egy kicsit az életed. Mint állandóan így le. Az igen, nyilván, persze. Tehát az abból a szempontból, hogy ha állandóan, az nem jó, igen. Én Ausztráliában takarítok heti 1800 dollárért. De vigyorogva úrom ki az ágyból reggel 5-kor. Aha, ez most sok vagy kevés, 1800. Jó, várjál, de ez most ausztrál dollár, vagy? Az mondjuk 2000 dollár, az mennyi? 2000 dollár, az 50 ezer. Ausztrál dollár, Ausztrál. Amerikai számoltam. Az számolt ki, hogy ez mennyi. Igen. Nem tudom, mennyi ott az élet, tehát ahhoz is kéne viszonyítani, de ugye az 1800 az... De az ausztrál dollár az gyengébb, mint az amerikai. Nem erősebb? Nem. Igen. Uh-huh. Balázs, te sem voltál kedves, amikor bent voltam a stúdióban a Danubius megszűnése előtt. Hát ebben a mondatban, igen, lehet, hogy ez benne van, ha ez a dologgal szorosan összefügg, hogy lehet, hogy nem volt az a lelki állapot, de egyébként ez abszolút vállalom, persze. Boltban dolgozom, általában jó kedvem, ma rámosolyogtam a kedves vevőre, a reakciója, hát te meg mit mosolyogsz állandóan? Na most akkor mit csináljak? Ugye? Hogy de azért, inkább, hogy azért, inkább mosolyog. De hogy jön egy ilyen vevő, és azt mondja, hogy te meg mit mosolyogsz?
csak le nem parasztolsz, hát utána nem biztos, hogy olyan őszintén mosolyognál. Nem lehet mindig mosolyogni, főleg ha valakire ráköszönsz kedvesen, hogy jó reggelt, és válaszként csak annyit mond, adjál egy kávét. Igen, de az szóljon ugye? Róla, az róla de szól nem az tudom, ahogy te magadra veszed, hogy rád nem mosolyog az eladó, ezt ő is magára veszi, és joggal veszi magára, azt mondja, jó, adj egy kávét. Igen, csak én egy szolgáltatást igénybe veszek, ő meg egy szolgáltatást nyújt, tehát hogy más, más a felállás. Első ajtós vonalon dolgozom, köszönök, mosolygok, megköszönöm, nem keresek többet, mint a kollégám, de szeretnek az állandó utasok, ezt Andi küldte nekünk. Új szokás, hogy már a boravalót sem tarthatja meg a vendéglátós alkalmazott, vagy visszaadja, vagy a kasszában marad. Hát ez többféle van, akik ugye úgy dolgoznak, hogy boravalóért, van, aki meg fixre. Van ilyen is, olyan is. De van, hogy meg is kérdezem egyébként, hogy megkapjátok? Igen, mert akkor nem adok. Mi? Hát ha nem. Igen. Ja, van egy bevett technikám, amit szoktam csinálni mogorva kutasokkal, az nagyon működik egyébként, próbáljátok ki. Amikor valami olyan személyes dolgot kérdezel tőle, amire egész egyszerűen nem számít. Figyelj, hihetetlenül megnyílik egy pillanat alatt. Állsz a sorba, mint látod az előtte vevő rondán beszél, vagy semmi, vagy látod, hogy csak rossz kedve van, és mi figyeled egy ideje. És te jössz sorra, és azt mondod, kérlek szépen rágot, és megkérdezed tőle, hogy rossz kedved van, ugye? Figyelj, nem hiszed el. Szóval egy ilyen emberi mondja, figyelj, elkezd mosolyogni, megnyíli, hülye volt az előző vevő. Mi? Hát, mondom, igen, nem lehet könnyű. Figyelj, és így megáll a kanál a kezükbe. De próbáld ki. És minden embernél, aki ilyen, egy hirtelen ilyen típusú ritmusváltása elképesztően működik. De ebből mondjuk engem ez szórakoztat, tehát ez nem a magam szórakoztatására csinálom, de egy kedvelem. És azt mondta, hogy hát, régóta vagy, nem? Éjszakáztál? De csak egy ilyen. Figyelj, és így nem érti. És mit csinál? No, éjszakáztál, fáradt vagy, ugye? Hát ennyire látszik. Miközöd van nem, hozzá? Képzeld el, hogy... Te paraszt! Csak virítsd a lóvét, menjél már innen. Húzzál, menjél, mit intim pistás kocsit? Hülye vagy, van feles, van férjem. Ismerjük egymást? Nem, hát akkor meg. Képzeld el, hogy nem ez a reakció. Az esetek többségében az a reakció, hogy visszakérdezi saját magára, hogy ez ennyire látszik, és elkezd mosolyogni. És ma mondom, na látod, mondom, nincs is akkora baj. És figyelj, és kész. Minden kúton szerelmesek belőle. De hogy próbáld ki, cukrászdába bemész, rossz fej a csaj, ugye mi az elsődleges lépés, rossz fej, biztos nekem nem szól, akkor most ugye én is rossz fej, hogy adó nem adok neki, de próbáld ebből az állapotból kizökkenteni. Na most ezt érdekes, nem ez nekem, nem, csak mondom, nem ez az én reakció, nem, csak ugye az elsődleges reakció, nem mosolyog rám, ha miért nem mosolyog, mosolyog, na biztos, akkor én sem mosolyog, tudod, elindul egy ilyen önvédelmi mechanizmus, azért nem mosolyog, mert én sem mosolyog, és mindenki és egyre mindannyian egyre komorabbak vagytok, és belejeszkedik a kis lövő állásába, és senki nem mosolyog senkire. Próbáld egy mondattal kizökkenteni, ez egy nagyon jó gyakorlat egyébként. Csak valami személyeset visszakérdezett tőle, fél hihetetlen, hogy működik. Egyébként tényleg? Nagyon jó. Van egy, most nem mondom el, hogy melyik gyorsétterem mellett egy 18. kerületi benzingút, ott mindig egy nagyon-nagyon rossz kedvű lány van. És mindig megvigasztalod. Ne, de még egy nem, ezt komolyan mondom, ezt próbáljátok ki, ez egyébként tényleg jó. És az a megdöbbentő, hogy abban az adott pillanatban elkezdenek egyből mosolyogni, ugyanis ráláttál, vagy beleláttál a lényegébe a személyiségének, és pont ezt nem akarja. Bemegyek hozzátok, azt tényleg. De miután fizetsz, jó. Akkor eljegy. Közben, nem. Ez a lényeg, hogy odaadod neki a pénzt, és miközben ő visszaad, miközben ő csinál, aközben te valami nagyon személyeset megkérdezel. De kifelé, ahogy jössz, a kifelé jössz szólsz, akkor... De nem érdekelt az egész, szevaszt. De ezt ismeri össze a technikát egyébként. Igen, jössz ki kifelé, és hagyjad mondjad el másnak, nem érdekes, na csá. Persze, igen. Nem kell nagyon belemenni. Mi a technika? A nejem is szokta alkalmazni. Elnézést, van valami probléma? Nálad? És abban a pillanatban elkezdenek mosolyogni, nem. Ő például így intézi. Aha. Tehát a tapintatlanságot, a modortalanságot, az elnézést, van valami probléma. És abban a pillanatban egyfajta harciasságot, melyed azért igen, ő azért olyan, mint a Viki, ő ebbe szeret belemenni. Így de van. Én nem így mondom. De hogy... nem ilyen tiszten artikuláltan kérdezi, mert előtte mindig beteszi a fogvédőt. De én nem ezt mondom, hogy van valami, tudod, hogy a kiszolgálás. Elnézést, rosszul hallottam valamit? Talán engem szólított meg? Tehát nem erre gondolok, hanem valamilyen egymondatos kis kedvességre. Ne arra úgy miattam van rossz kedved, nem? Akkor ne engem bántsál. Jó, hát megértetted a lényeget, pont erről beszélek. Igen, nem teljesen ezen a vonalon gondoltam. De nyilván mindenki a saját eszközével utazik. Na mindegy, én nem tudom, nem akkora baj szerintem, vagy érthető, hogy nem mosolyognak talán. Van egy frazis kérdésünk. Hogy ne volna?
Ott van bekarikázva, és ugye ezzel 2 darab fantasztikus jegyet lehet nyerni a Ferencváros Chelsea barátságos labdarúgó stadion avató mérkőzésre a kapu mögé. Most 10 000 csaptak a levegőbe, és voltak, na végre, végre, végre már! Abba hagyták a dumálást, és végre a jegyet, hogy a kérdést mondják. Ugye ez lesz ez a meccs, ugye? Lesz. Bizony, lesz. Lesz, és nagy meccs lesz. Hogy szó? Igen? Bízunk benne. Nagy. Azt nem mondom, milyen szempontból, de nagy meccs lesz mindenképpen. Bízunk benne, hogy nagy meccs lesz, igen. A létesítmény történelme szempontján mindenképpen nagy meccs lesz, mert hogy ez lesz a nyitó. Igen. Na, hogy szól a kérdés? Gála. Na. Nagyon figyeljetek. Melyik évben játszott a Bajnokok Ligája főtábláján az FTC? Gondold át, mit akarsz mondani. Tudod, mert általában írjad a kérdés. Ez az a főtábla, amikor a Grasshoppers itt volt, és mi is a Grasshoppers megvertük, és máskor nem nagyon voltunk. Voltak. Talán 3-0 vagy 3-1-re nyertünk idegenben, és a visszavágót itt játszották, és azt is megnyertük. És idegenben a Vince, 3-0 volt. És a Vince két elhúzó szérről belövős kapuból becsavaros gólt lőtt, ez az. Lisztes és Vince. Lisztes Vince, ez az. Na, akkor hogy már tudod? Mikor volt? Mondanám. Szóval ez mikor volt? Jó. Az egy szenzációs szezon volt mindenféle szempontból, a magyar bajnokságban is, meg aztán a BL-ben is. Hát, hogy az még ugye az nem gondoldás. Ne, hát ez a Lisztes, Vince, Telekmanci, tehát ez a nagy úgy akkor még azon időkből a nagy Fradi volt, igen. Igen. Telekmanci, ez női foci? Nem, a Telek hátvéd volt, ja. A Fradiban, hát egy nagyon híres hátvéd, te hülye. Az egyetlen női hátvéd. Csak később derült ki egyébként. Amikor vallott. Igen, amikor látták egyébként a női védén is. Na, a kérdés mindenki tudja, jó? Tehát melyik évben játszott a Bajnokok Ligája főtábláján a Ferencváros? 3-4-10 lesz 4 perc múlva, mindjárt jövünk a nap legjobb pillanataival. 3-4-10 lesz 2 perc, amit még beszélgetünk a reklám alatt, és megfejtettünk még egy érdekes típust, itt a mosolyogni, nem mosolyogni. Mondjuk ugye ez kicsit nekünk szól. Aki van a, azt az Jani mondta, jó, van a csak azért sem mosolygok típus, aki ha meglát, ugye, és mondjuk ne adj Isten, mondjuk megismer, akkor elindul egy ilyen dacból való tevékenység, hogy neki biztos mindenki mosolyog, vele biztos mindenki kedves. Így van. Na, engem nem kaphat meg. Na, én most, és látod rajta, igen, látod rajta, hogy így vált egyet. Igen, és nem, csak azért. Igen. Nem. Te nem kapod meg a mosolyomat. Igen. Ez, van ez a típus, ezt én is ismerem, bemegyek, tudod, kedves, meglát, és nem. Neked nem. Te nem kaphatsz. Még egy mosolyt se kaphatsz belőlem. Ó, mondom. Hogy de kár. Hogy de kár. Ó, de sajnálom, hogy nem. Túlélem. De megvan ez a típus. A rád csak azért se. Igen. A neked csak. Te ne gondold, igen, hogy én rád mosolyogni fogok, mert nem. De egyébként szívem szét basszus megtenném, de nem. Nem adom oda magam. Ne gondold, hogy én ilyen könnyű vérű vagyok. Igen, az bírom azt a típust. Miért ki vagy te, hogy mosolyognom kellene neked? A vevő. Senki más, a vevő. Igen. Akinek ugyanannyit ér a pénze, aki ugyanúgy kifizeti érte, aki ugyanúgy megérdemli. De ez szórakoztató típus egyébként. A csak azért sem mosolygok rád, mert tudom, hogy ki vagy. Igen. Na jól van. Még nem hívjuk a még jöjjen egy pár jó válasz. Persze, jó, adjunk időt, igen. Melyik évben játszott a Bajnokok Ligája főtábláján az FTC? Ez volt ugye a kérdésünk a 2 darab van. Prémium kategóriás jegyért. A Fradi Chelsea-re, így van. Mutatjuk a nap legjobb pillanatait, miről is beszélgettünk. Feri felfedte, hogy miben fut, mert volt Janival egy divatvitájuk, hogy miben jó futni, miben nem. Bizony. És ezen a héten a kettős frontatás miatt nem aludtam eddig, most már láttam Ferit is, úgyhogy most már jól érvényem is van. Igen, Feri megmutatta a futónadrágját, valamint beszéltük egy észak-koreai táborról, miszerint várják a gyermekeket észak-koreai gyerektáborokba. Egyrészt próbáltuk kitalálni, hogy vajon az milyen lehet, hát nem hangzik túl jól. Kettő, nagyon sok hallgatónk megosztotta velünk gyermekkori táborozós élményeit, mint kiderült, ebből sokaknak azért van bőven. Ezeket a pillanatokat most újra megmutatjuk. Jó kis kertmozik régen. Ó, de jó volt. Az is, miért nincs kertmozi? Miért nincs? Nincsen? Megszűnt? Nincs. Velencén is volt. Nincs. Nem tudsz moziba menni. Pont tegnap beszéltük, hogy tegnap előtt ott valami helyi erővel, hogy a környékben volt, és most nem lehet nyáron ilyet csinálni. Balcsin is. Siófokon is valami kínai áruház van a helyen. Na, tessék. Kertmozina. Igen. Van, aki szugerálja az SMS falunkat, hogy ő nyerjen. Elküldte a jó választ. Lara megnyeri Tamásnak a jegyeket. Lara megnyeri Tamásnak a jegyeket. Lara megnyeri Tamásnak a jegyeket. Ezt írta. Nagyon jó. Na, hívjuk a nyertest akkor először, jó? Ugye a kérdés úgy szólt, hogy melyik évben játszott a Bajnokok Liga főtábláján, ugye?
A Ferencváros. Így van. A Bajnokok Ligája főtábláján. Az eredményeket is el tudom mondani. Nem érdekel senkit. Nem ez a kérdés. Azt hiszem idegenben 3-0-ra nyertünk. Grászok. Hello, Balázs Morning Show. Hello, szia. Szia, nem írtad alá, ez nagy baj. Ja, igen, én is Balázs vagyok. Hello, Balázs. Igen, szeretem aláírják, hogy tudjuk, hogy kit hívunk vissza. Balázs, hello. Na, küldtél nekünk egy jó választ. Mi volt ez? Már a kérdést elmondtam, mi a válasz? Igen, 95. 1995, így van. Jöhet Csuhé. Balázs, megvannak a jegyek a Fradi Chelsea. Tök jó, köszi, hát el se akarom hívni, ez nagyon komoly. Kivel mész, vagy kit viszel? Apósomat szeretném elvinni, hatalmas Chelsea drukker. Komolyan? De jó. Hát aha. Akkor ez neki nagy élmény lesz, hogy ott lehet. Biztos nagy lesz. Még mindig nem fogadott el teljesen? még be kell vágódni, tudod, hogy van ez. Mióta az apósod? Így hivatalosan nem az apósom, most majdnem após, tudod, ez még így... Ja, te nyaller! Te nyaller! Apuka, mit szereztem? Apuka, nézze meg! Hát biztos, hogy be fogjuk majd dobni. Aha. Na jó. Oké, okay, hát örülünk, akkor jó helyre megy, érezzétek jól magatokat. Jó adáson kívül jó, minden részletet elmondunk. Köszönöm szépen, tök jó, nagyon boldog vagyok. Örülünk. Köszi Valási, minket hallgass, ciao. Köszi, szia, szia. Hello, hello. Na. Tök jó. Az. Ma este találkozunk lent Lelén. Megyünk futni? Ezt a kérdést nem baj, nem veszem magamra, ugye? Fél nyolc, tehát, hogy... ott vagyunk a parton, végig fut, bele a de nem akarsz minket követni a kocsival? Frissítő állomás gyanán. Egy-egy fröccsöt kinyújtanál. A szívesen megcsinálom, hogy megyek utánatok, vagy bringával. Én megnézem, hogy hogy futtok, az nagy élmény. Ha van ott bringa, amit lehet bérelni, én megyek lesz a bringával. Persze. Ez most nagyon komolyan fusson mondom. Fusson az, akit üldöznek. Tehát én biztos, a Bavariában leszünk, ott biztos, hogy van kerékpár, amit tudunk kölcsönkérni. Sőt, nem is kell kölcsönkérni. Lopunk mert egyet. Mert hogy tudunk bérelni. Nem, ott van kerékpárbérlési lehetőség. És 100%-ig biztos vagyok nem. Benne, úgyhogy mehetünk. Ha megnézem a Ferit futás közben, azért az... Meglepődsz. Azért az arra kivel... tényleg elindult. Úristen, és még mindig fut. Jaj, és már 15 másodperc, és még mindig fut. Hogy fog tudni megállni? Úristen, állítsátok meg, feszítsetek ki védőállót. De ez jó. Csak ma futsz akkor? Lehet, hogy ha időben odaérek, és János nem tolja túl a vacsorát, akkor miért nem mehetnék? Jó. Hát szóljatok, hogy mikor ismerve önmagamat most, vagy hat előtt... 5 percet fog lekeveredni holnap a Lele Istvánba. Igen, valószínű. De lehet, hogy ma este lemegyek, és akkor tudunk együtt sportolni. Vagy nem jössz, vagy más programod lesz. Vagy ki lesz a kapcsolva, ha hívtok. Hívjuk a naphallgatóját. Ez a világ, ez már nem az, ami pár nappal ezelőtt egész volt. Egész más világ. Szebb, sportosabb, keményebb. Emlékszem, amikor még a mangalicák nagy követe volt. Így van. Az most is. Ezt nem engedtük el. Már sovány. Nem, az ne legyen sovány. Morning show. Csabi, ne segíts! Hát ez a lényeg, hogy ilyenkor szünet van. Jó van, elfogadjuk! Azért mondtad, mert hallottad a Csabit, hogy mondta, hogy mond? Nem, igazából az aláfestő zenéteket hallottam meg. Ja, kivártál, azért nem voltál elég tökös, mert megnézted, hogy most igen, mondjam, nem mondjam, ők azok, ugye? Kicsit kivártál? Kicsit kivártam, mert egy biztosítótól is várok egy hívást, és nem feltétlenül. Ciki lett volna bemondani, hogy morning show. Biztos, ami hülye ajánlatot akarnak. Jó, de bemondtad, elfogadjuk. Oké, Krisz, te vagy a naphallgatója. Zseniális. Ez valóban megtörtént, amit mondtál, hogy egy diáklány jósolt neked kártyából? Ez teljesen megtörtént, ez egy ilyen katonai jellegű tábor volt, és egy árokpart nődögelve egy remek esemény történt, és hát aztán happy ending. Aha. Uh-huh. Mert hogy kiderült, hogy ugye, hogy jósolt neked, és majd kihozta a lapokból, hogy az a valaki le akar veled feküdni, és végül megkérdezte, hogy esetleg nem rá gondoltál-e véletlenül. Igen, tehát az végén ez egy ilyen odasúgós dolog volt már. És beteljesedett a dolog? Hát, happy ending. Aha, értjük. Hát az egészen más jelent Tájföldön, például egy happy ending. Hát, csak az egyik félnek jó, tehát ez nem biztos, hogy a teljes beteljesedés. Jó van, Krisz, küldjük az ajándékcsomagot, jó? Köszi. Super, köszönöm. Neked is, hogy minket hallgatsz. Köszi, ciao. Csabi Kámra, megzenéd lesznek? Hadd kérdezzek vissza, mielőtt válaszolnék a kérdésre, csak egy ilyen, igazából nem is számítok
pozitív válaszra, hogy a képaláírásokkal. Nagyon szép előrehaladás az nagyon ügyben. Szép kérdés, készül. Készül. Igen. Aha. Nagyon jó a kérdés, Csabi. Kedre ígérte? Jogos, ne teszem hozzá, jogos. Nem, mert ugye múlt héten te felvetetted, hogy nagyon szívesen csinálnak képaláírásokat, de most már megértem, hogy miért nem alkalmaznak téged az újságot. Most gyártja egy offset nyomda. Igen, igen, picit még ugye elakadni látszik ez a dolog, de emlékeztess erre minden nap, kérlek, jó? Nem eddig, októberben már letegyem ezt a lantot, vagy mit csinálják? Addig, mindenképp, ne add föl. Jó, készül a képaláírás, jó. Készül. Figyeljétek, megmaradt egy témánk, vagy ez a Csabinak az anyaga. Nem áll fel teljesen, mi a bajom? Ez az én kamaszpanasz anyagom, majd nekem holnap beszélünk róla. Na, szóval Lili Hadida és Benjamin Cotto. Hadida! Ők ketten a Lili Wood and the Freak nevű duó, akiknek Robin Schulz segített a remix elkészítésében, és így készült el az újdonság Prayer in C. Lili Habida és Habida Hadoda. Lili Wood and the Prick, de egyébként ez egy újdonság, de ajánlok egy régebbit is, kizárólag a Ferinek, Karányi Dani Hello, I Got a Run című slágát. Oh, ez a te indulod. Karányi, ki az a Karányi? Karányi Dani. Jó, egyébként tényleg. Nagyon jó. Oké, okay, drága lelliek, illetve lelleiek, akik a környéken laknak. És a lelleiek is. Mindenki, aki arra jár. Igen, holnap napfénystrand. Ott vagyunk 6-tól, Csabi jön a kívánságműsorra, 10-től Kassatibi koncert. Az idő elvileg megnéztük, jó lesz. Jó, hát. úgyhogy gyakorlatilag is. Érdemes jönni, jó? Ott leszünk az üvegstúdiónkkal. Mi várunk mindenkit szeretettel. Csabi jön a kívánságműsorra, mi pedig holnap jövünk 6-kor. Sziasztok! Csá, csá.